Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feri Jani, hello! Hello! Jó reggelt, a 7. legboldogabb nap. Drága barátaim, drága cimboráim. Mit csináltál hétvégén, hogy megszállt az ihlet? Nem tudom. Ne, csak úgy örülök nektek. Nagyon de rád nézek, és elmegy az élet, kedvem. Na miért? De aranyos vagy. Jaj. Jó ide bejönni. Én is vártam nagyon a hétfőt, hogy szembesüljek ezek. Hát mert örülni se lehet. Hát de lehet. Örülök, akkor most az a baj. Hát csak rosszabb lesz. Ez szörnyű vagy. Hát. Ne, tök jó. Csak kérdeztem, hogy miért. Hogy megörültem nektek egyszerűen. Hát még kezd mindig megindokolni, vagy bármit mondani. Hát egyszer csak örülök nektek. Hidd, ez pénteken már nem így lesz. Pénteken már alig várom, hogy ne lássalak benneteket. De hát hétfőn azért még. Hétfőn még azért örülök egy kicsit. Örüljünk egymásnak. Mi újság van? Hogy vagytok? Jó vagytok? Jó. Szerintem nekem egész jól telt most a hétvége. Volt benne egy kis filmezés, volt benne egy kis kirándulás, volt benne egy kevés sport is. Úgyhogy megcsináltam a kókuszos rist, amit ugye a Gábor mondott, Tóth Gábor csütörtökön, ugye az MNT-es övezetben elhintett itt egy kis receptet, a teljes kiürülési tönkölydarás kókuszos. És úgy csináltad, hogy kell minden? Hát rizsel csináltam, mert ez volt a kérés rizsabizsával, mert hogy ez volt a kérés otthon, úgyhogy nem darával, de nagyon kellemes volt. Kókusztejet vettem hozzá, aztán várjál, még mit vettem hozzá. Igen, nyilvácukorral ízesítettem, meg egy kicsi bourbon vaníliás cukorral, ami helyett most már a héten már Ferivel konspirálunk ez ügyben, vaníliát fogok használni, de egész kellemes lett, úgy csináltam, hogy 5 deci kókusztej, 2 deci sima tej, és raktam még bele mellé két evőkanál kókuszreszeléket, hogy legyen egy kis húsz, és akkor apám, így alakult. Hát ez kitette a fél szombatot, nem? Így alakult. Ahogy hallom ezt a receptet. Dehogy is, mert másfél napig szenvedtem. Azért, mert ez elég bonyolultnak. Elég bonyolultnak tűnik. Hát egy 25 perces kalat megvan egyébként. Imádta a család, vagy nem? Nagyon elég voltak, szóltak, hogy egy kicsit levesesebb legyen majd legközelebb, mert hogy hajlamos vagyok elfőzni róla minden tejet, de én azt gondolom, hogy egész jól sikerült, úgyhogy. Szóval tegnap meg elmentünk egy kicsit, megnéztük a Visegrádi palotát, már nagyon régen voltunk. De jó, hogy mi szombaton voltunk, nem futottunk össze. Valahol mi is akartunk menni. Vasárnap nagyon szép idő volt, aztán nem mentünk, persze egy kicsit csalóka volt, mert mondjuk Szeles a szelecske azért egy kicsit hideggé tette, és azért ezek a kis előadó termeknek, kiállítási termek nem annyira melegek, meg nem is voltunk egyébként túlságosan sokan, aminek nem gondolom, hogy nagyon nem kellett. Nem volt olyan nagy probléma. Istenem, jó volt, szép volt. Igen, csalóka volt, mert hogy jó időnek tűnt, aztán kimentél rájött, hogy szél van, akkor még sincs olyan jó idő, sütött a nap, ha célcsendes helyen voltál, jó idő volt, ha nem hideg, szóval, hogy ez egy ilyen április, ilyen kiismeretetlen idő volt. Én kint ültem a teraszon félmeztelenül, légzőgyakorlatokat végeztem. Félmeztelenül. Jó az. Tényleg úgy indítja az ember kirándulást, hogy lazán tavasziasan kiszáll az autóból, aztán pedig, mint a bádog ember, úgy ér vissza, mert volt fagyva, de jó volt. Mindenkinek ajánlom, sok szeretettel menjenek el, nézzék meg, mert nagyon jó. Hányadszorra voltatok? Ebben a formájában... Húzogattok valami téglára, valami strigulát, vagy mit tudom én, ott a parkolóba... Egy ideig húzogattunk, de aztán azt a házat elbontották, mert már nagyon régi volt. És nem, már telele strigulával. Igen. Úgyhogy ebben a formában még nem láttuk, tehát ugye ezeket a kiállított termeket, amiket most meg lehetett nézni, ezeket még nem tekintettük meg korábban. A Salamon torony az sajnos zár volt, az majd csak májusban nyit, de majd akkor visszatérünk újra. Hogy robban föl egy bank, azt mondjátok már meg neki, hogy mi történt? Reggel. Uh-huh. Mi tört? Mit láttál, vagy mi volt? Uh-huh. Semmit, mert nem engednek oda. Az a helyzet, és ezt akarom is mondani közlekedésileg, mert pont hallgattam a híreket, elmentem, én egy kis utcán jövök ki ott a Leherre, és akkor pont hallgattam, hogy itt a 13. kerület Leher úton fölrobbant az egyik bank, na mondom, arra kanyarodom, mentem egy kurflit, de oda már nem engedtem. Már nem mehet. Tehát aki a Lehel úton jönne keresztül, az felejtse el, ott nem lehet átmenni. Azt gondolom, hogy ha a bankautomatát akartak kihúzni, ahhoz kicsit erős talán. Nem? Igen. Tehát az, hogy felrobbantották az egész bankot, vagy hát legalábbis a bejárati falat. Hogyanak tűntek a következmények? Nagyon jó masszívan be volt építve, és megrántottak, és kijött fel a fél fal. Igen, szóval, hogy régen ezt ilyen BMW mögé kötötték, meg barkasz mögé, ha most automatát akartak elvinni, picit. Mondjuk a barkasz alól kitépi az alvázatát. Nem tudtam, mire képes az három enged.
Hát azért egy bank nem olyan, mint egy társaság, hogy valaki magára nyitja ott a gázt, nem? És akkor kicsit elszenderedik, mert megelégelte a sárga csekkeket, vagy nem tudom. Hát ezen tehát a kis téren végig bankok vannak, mindenki oda. Az a Wall Street, vagy, a, vagy hát az hát a Béketéri. A 13. kerület központja, a pénzügyi szíve ott a Béketéri Wall Street, igen? A Béketéri Wall Street, ott végig bankok vannak, és fölötte pedig lakóházak. Úgyhogy ott robbantottak, az azért hülyeség, mert ha ott robbant, az egy perc alatt fölébred mindenki. Tehát időd arra már szerintem nincs, hogy kividd a cuccot. Aha. Tehát, hogy lopás történt, azt nem tudom, de a teljes környéket lezárták. Ez nagyon kemény. Hallottam reggel, hogy felrobbant egy bank, mondom, Jézus Isten, mi történt? Hosszú hétvégéje lesz akkor most az alkalmazottaknak. Be kell menni takarítani ilyenkor. Mi viccesz, ahogy elótották a tüzet. Ilyenkor mi van egyébként? A pénzet biztosítják, nem? Biztos. Szerintem hétvégére nem is nagyon hagynak bent, tehát az ilyenkor hétfő reggel érkezik a páncélautó, és szerinted hozza, igen? Szerint tuti. Szerintem annyira túl van az ott biztosítva, hogy szerintem sokkal veszélyesebb kivinni, meg cipelgetni minden pénteken, meg visszahozni minden hétfőn, mint egyébként a bankon belüli páncélba egyszer három kulcsot ráfordítom, mert az ember nem nyitja ki. Igazán átlépsz összeget... a bejáraton, már szól a riasztó. Ha kisebb fiókról van szó, akkor szerintem igazán nagy összeget nem is tartanak ott, mert ezt előre kell általában jelezni, ha te is fel akarsz venni ilyen adott esetben mondjuk hát több milliósat, vagyunk egy vállalkozó, igen. Hát, igen, csak azt tudod, mi miatt kell előre jelezni szerintem, hogy az időzáras kasszát az be tudják állítani, hogy nyisson. Tehát, hogy ez nem is amiatt, mert... Hogy már egy napra előre csak kell azt jelezni. Kérik, hogy te ma szóljod, hogy holnap bemész, azt hiszem 1 millió forint felé. 1 millió, hogy 500 vagy, így van, igen. De azt nem mondja, hogy hányra mész, tehát az időzáras kasszát... Akkor az nem. Tehát ilyen nem az, hogy 16 óra a hétre menjél, és igen. Akkor nyitjuk az időzáras kasszát. Igen, 6.55, nyílik a kassza. Múltkor is fel akartam menni 17.500-at, és... De mondták, hogy nem kell szó. De azért oda telefonáltam. Van igen, a biztonság kedvéért. Hogy tudok készpénzt felvenni? Most kétszer tudok, hogy ingyen legyen? Vagy igen, 150 ezer forintig, de csak akkor, hogyha ezt te jelezted a bankot felé, tehát kell kössetek egy megállapodást, egy adott kártyáról tudsz, tehát ha neked van mondjuk kettő kártyára, akkor nincs az, hogy egyikről ennyit, egy másikról annyit. Tehát 150 ezer forint és kettő darab. És utána? Utána. Mert senki nem mondja, hogy mi van utána, csak az, hogy drága. De hogy mennyi pénzbe? Tehát utána fel akarok venni 50 ezer forint, akkor mi? 5 ezer forint? SMS visszajelzésed van? Van. Azt jelzik. Jelzi az ATM? Jelzi, hogy, igen. Igen, mindig. Hogy mennyi költséget vonnak le. Aha, látom, nem szokta. Meglepetés szerint jönnek ezek a nagyon kedves, helyes kis SMS-ek, amik így jelzik, hogy hány száz forinttal kortítottak meg. Ja, tudom, de az már egy ilyen, vagy már ilyen összesítés. Nem. Én nem kapok külön. Én kaptok külön? Be tudod állítani, hogy minden egyes tranzakciódról kaphassál. Van egy összeghatár. Akkor azt a netbankos felületeten be tudod állítani, hogy hány forintig jelezze neked SMS-ben. Jó van. Úgyhogy egy kártya, két felvét, 150 ezer forint. Ezek a limitek. De végig is nem arra van a bankkártya, hogy használd, nem? Hát miért fáj az nekik? Hát nem is értem. Na mindegy, tegnap este moziban voltam. Mit néztem? Megnéztem ezt a Wall Street farkasát. Na és milyen? Kiváló. Olyan, amilyennek mondják. Olyan, amilyennek mondják. Aha, nagyon jó. Kokain, csajok, prostik, Leonardo, törpedobó verseny. Kicsit fáj, megcsinálták. Törpe. De van a törpedobó verseny. Törpét dobnak úgy, hogy tépőzár van rajtuk, és úgy, mint a dartsot bele kell dobni a tízes tábla közepébe, törpéket dobálnak. Annyira fájt a szívem, hogy ezt megcsinálták. Ez a régi nagy álmom volt, hogy törpét dobhassak. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy szenzációs. Nincs benne számítógépes trükk, végre egy olyan film, tudod, nincs benne semmi. És igaz, történet ugye ebben az a legszebb, hogy egy olyan paliról szól, aki ezt egy az egyben tényleg megcsinálta. Tehát semmi kitaláció nincs benne. Nyilván rá van rakva egy-két dolog, és a végén benne van a pali a filmben. Ezt például kevesen tudják, hogy aki fölkonferálja a Leonardo-t a végén, az akiről szól a film. 3 óra, tehát be kell rendezkedni. Szendvics, hidegélelem, hűtőszekrény. Na, még vagy nagyjából miről szól? Igen. Igen? Nekem nincs mesélve. Egy 80-as évekbeli tőzsdecsalásról, amikor egy pali ilyen 50 centes tőzsdére be nem vezetett papírokat ad el olyan pitjáner ügyfeleknek, akiknek nincs pénzük valódi komoly papírokat megvenni. Ezek a papírok nem érnek semmit, fölfújják őket a kereslet miatt, majd bedőlnek, mindenki eladósodik, a pali pedig milliárdos lesz belőle. És ez megtörtént. Okos. Helikopter, jakt, gyönyörű feleség, luxusház, Vegas-i buli a haverokkal, a repülőn már mindenkinek áll a haja, csontra betépve, 3 óra nem szól másról, mint hogy iszonyat mennyiséget szívnak, és akkor hogy jut el a csúcsra, és onnan mi történik, amikor elkapja őket az FBI, és utána mi történik, mert ez a fele van, felénél van csak az elkapás. Úgyhogy nagyon jó kis film. Érdemes úgy hívják egyébként, hogy az Egyesült Államok ugye a pénzügyi szférában többen
mozitermeket bérelnek, és mennek el a haverokkal hogy megnézni. Így kell viselkedni? Ő azért nem volt, tehát nem viselkedett olyan maximálisan szimpatikus, hát egy elég kemény csávó volt, aha, tehát hogy így se Isten, se embert kategória. És hát rengeteg. Megy a munka, mi? Kicsit nem, de félelmes eszketés Las Vegasban. Tehát én Johnny Deppet láttam utoljára ennyire jól kábítószeres embert alakítani. Tehát hihetetlen. Nem várnak, hogy végül kielvezzék az nem, életet. Azt gondolom, hogy két éjjén égetik egy gyertyát, de van benne rock and roll. Szóval, hogy így volt a srácokban rendület, ha ez tényleg így történt. Járnának a srácok már egy Oscar. Hát most megkapta a Golden Globe-ot, úgyhogy... Igen. De azt szokták mondani, az előszoba, nem, hogy az persze. Megvan, akkor az már egy jó pont az Oscar felé. Igen, most hallom, vagy olvasom, hogy megkapta. Ő lett abban a legjobb vígjátékban. Van benne Matthew McConaughey, ő is nagyon jó, pedig csak egy 10 percet van benne, neki is így nagyon kezd beindulni a szekér. Igen, milyen rossz filmekbe játszott, nem? Igen. Szegény. Kivéve, ha ölni kell. Kivéve azt az egy ilyen jogászos filmet, igen. Na mindegy, úgyhogy van egy 8-10 film most a moziban, amit meg lehet nézni. Helyes, majd mesélj. Igen, tudom, te nem vagy ezen a... Egyébként elmondom neked szombaton este. Mi is moziba voltunk. Mit láttál? Múlt szombat este is moziba voltunk. De kettecskén vagy gyerekes? Kettecskén mentünk. És őt vadászat a Vörös Októberre, vagy mit játszottak a cirkogelyzés? Mi csoda? Belhúr eredeti, mi? Mi szórakozott már? Hova rohanjak? A cirkóba adták a szárnyas fejvadászat? Nem, a pokolító rohanyolt. Majdnem eltaláltad, mert art mozi. Art mozi? Én rájöttem, hogy én miért nem jártam. Vörös Marti vagy művész Puskin? Művész. A körúton, ugye az a művész. Ja, a körúton van a művész. Oda mentünk múltkor is, most is kicsi, aranyos mozinak néz ki, tehát nem plázába mész. Én rájöttem, hogy ezért gyűlölöm a mozit. Meg más típusú filmeket játszanak, nagyon sok francia filmet játszanak a művészben például. Most, egyébként játsszák ezt a Wall Street-i cuccot is. A Wall Street farkasat is, igen. Tök érdekes. De amit mi néztünk, tegnap egy nagyszerű spanyol alkotásban, vagy tegnap elő spanyol, a Csókok és Gólok az a címe, és a dél-afrikai foci VB ideje alatt játszódik, ott döntőt játszott a spanyol csapat, és erre fűztek rá egy filmet. Nagyon így utólag vissza, nagyon nagy. Szeretem az ilyen bennem harangozott, kicsit elbújt ilyen puskinos, művészes, Vörös Martiban játszódó filmeket, én bírom nagyon. És egész más oda moziba menni. Tehát ahogy benyitsz, az moziszag van. Igen. Moziszag van, már ott is van pattogatott kukorica, meg nachos, de jó kis termek vannak. Tudod, mi a baj? Egyetlen egy dolgot csátnának más, egy picit kényelmesebb üléseket, ha be tudnának tenni. Annak egy baj van azzal, hogy nem tudsz ülni. Tehát ők még mindig ezt a derékszögben lehajtott, kicsit ilyen a múltkor voltam, én nem hittem. Kicsit egyetemi előadó film. Igen, tehát hogyha picit nem kell a multiplexes üléseket berakni, de ha pohártartó van már? Nincs. Ugye? Na, hát, te, hogy ilyen azért kis kell ketten menni. Igen, fogja. Tehát ez már nem a luxus, hogy mint van egy pohártartó, meg kicsit kényelmesebb székeket raknának, nem tök jó. Egyébként igen. Ruhatár? Kis terem van, az van. Van. Igen, a legutóbb még azt hiszem valahol a Puskin, vagy valami ruhatár is volt, azt nagyon szerettem. És minden van, egy kis büfé, nagyon rendes. Jó, meg van csinálva, van ott is egy csomó terem, 3 vagy 4. Hát most ott nincs 3D, meg nincs mi a széles vásznom, mi az a nagyon nagy vászon. Az IMAX. IMAX, ilyenek nincsenek, igen. De jó hangulatú kis mozi, jó retro díszítés belültől, itt ott már kicsit megfeslett. Igen, jó hangulat van egyébként, igen, még pénztáros néni van, jegyszedő néni, de az egész kicsit olyan mint a meg visszament volna 20 éve. Az emlék, az fiatalok voltak. Igen. A kasszánál is, a moziterem előtt is, úgyhogy nagyon jó, és sokan voltak. Hát így viszonylagosan még lehetett volna biztos helyet kapni, de nagyon-nagyon jó. És ez is nagyon jó, a múlt heti az még jobb, az egy indiai film. Na. Az gyakorlatilag két emberről szól, de nagyon-nagyon jó. Az, hát ha most nagyon megvertek, akkor lehet, hogy eszébe jut a címe. Két ember Indiában. Igen, nagyon jó. Az Ezer ízű szerelem, az egy nagyon, nagyon vicces sztori, ugyanis ott úgy működik, hogy apa elmegy reggel dolgozni, de apa nem viszi az ebédhordót. Az apa visszamegy? Nem. Ja? Hát nem gondolod, egy indiai csávó, ezért anya elkészíti az ebédet frissen, a mankenyeret, érted? És van egy olyan rendszer náluk, amit állítok, mert a Harvard-i Egyetem is vizsgált, hogy ételhordó emberek vannak, de olyan csávók, akik nem tudnak se írni, se olvasni, anyához fölmegy, átveszi az ételhordót, fölköti a bringára. Fölül a bringára, a bombéi, most már ugye nem úgy hívják, nagy csúcsforgalomban, a szakadó esőben bemegy a központi pályaudvarra, ott beteszi az ételhordót valahova, ahol más ételhordó csávók ezt fölteszik a vonatra. Vonattal elviszik a város másik végébe, ott leszedi az ételhordó, aki kiviszi apának, majd mikor apa megette, visszaviszi az ételhordót, mert apa vissza se viszi az ételhordót, hiszen égeti a kezét. Megvizsgálták a rendszert, 4 millió ételhordóból egy megy rossz helyre. Úgyhogy se írni, se olvasni nem tudnak a csávók. Bámulatos a dolog. De honnan tudja?
Nem tudom, kiszámolták biztos, vagy hogy ők honnan tudják. Honnan tudják, hogy hova kell menni? Hát ilyen különböző színűek, szalag van rákötve, azt és megy. Egyszer valaki megmutatta neki, hogy hova kell menni. És mindegyen non tesznek. Egyébként tök mindegy lenne, igen, hogy hova megy. És mindegyikben ugyanaz van. Na és ez az egy darab ételhordó, ami rossz helyre megy, az kezdi el a sztorit. Marha. És onnan indul el a... Marha jó. Bírom az ilyeneket. Nem egy pörgős film. Nem baj, az jó. De nagyon-nagyon jó a dolog. De a múlt hét szerelmes, most meg csókos. Mi van nálatok, Feri? Készülünk a harmadikra, így, ahogy mondtad egyébként. És akkor mindig föl kell vezetni egy kicsit, mert tudod, önmagától már a gerjedelem nem mondta. Ez az ezer ízű szerelem. Ez az? Aha, az. A másik az meg a csókok és gólok, az is nagyon-nagyon jó. Az meg arról szól, hogy hogy vizsgálod át önmagad egy ilyen érdekesebb szituációban, hogy amiről azt gondolod, hogy szuper, és szép, és csillogás, az egy rakat kaki. Aha. Itt az esküvő konkrétan, az esküvőről van szó két fiatal között, amire egy picit így, hát hogy is mondjam, az esküvőről elviszi a figyelmet a foci VB. Ahol a spanyol csapat ott van, és hát mindenki arra kíváncsi, és közben derülnek ki dolgok. Az is jó. Úgyhogy két nagyon jó film. Jó kezek. Jó kezek. Hát, én csak a londoni drogdílerek világáról láttam egy ilyen Manos című filmet. Hát, de az nem volt. Abban nem volt ennyi csók. Illetve volt, de utána verés is volt. Előtte meg szívás. Utána szívás, meg eltűnés. Csók, verés? Meg bölés. De ez otthon volt, vagy moziban? Otthon, de nagyon jó film. Doku? Nem. Hát doku jellegű, és gyakorlatilag végig ment alatta a hip-hop, aminek a szövege arról szólt, amiről egyébként a film, és rettenetesen durva a világ. Aha. Hát, hogy hihetetlen. Nem is akarom elrontani a hangulatot. Ezt a gyönyörű hétfő reggeli. Na mi volt? VV-t nézett valaki? Én néztem. Tényleg? Persze. Azt hittem, mert egyértelmű nemet kapok mindenkit. Végig is nézted? Nem, végig néztem. Hogy? Kíváncsi vagyok. Én szeretem alapvetően az ilyen kukkolós műsorokat, de egyre inkább azt kell éreznem, hogy már nem az én világom. Tehát, hogy így azok a mostani, úgymond mostani fiatalok, hát, hogy is mondjam, csak más értékrendszerek, meg más elvek mentén élik az életet, mint ahogy én. Hát a két dolog volt igazán fontos számukra, kétféle típus volt. Az egyiknek a pénz volt a fontosabb a reszelésnél, a másiknak pedig a reszelés volt fontosabb a pénznél. De sok pénz. Körülbelül ez volt. Igen, sok reszelés, sok pénz. Igen, nagyjából ez a műsortípus egyébként ettől működik, hogy vagy valaki nagyon nyerni akar, és azért mindenkit kicsinál maga körül, vagy valaki szexel, amiatt megnézik a műsort. Tehát nyilván ezeknek a karaktereknek kell bejutni. Tehát, hogy igen. Ez a két motiváló erő van. Nyerek és kicsánk mindenkit, vagy szexelek mindenkivel, és úgy nyerek. Hát igen. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Ugye még egyelőre csak hatan vannak bent. Érdekes, ugye nem volt beszavazó, úgy jutottak be, hogy... Besétáltak, mi volt? Kiment hozzájuk a stáb, és elmondta nekik, hogy nincsen beszavazó, hogy te már benn vagy automatikusan, és akkor nagy örülés, illetve nem mindenkinek volt örülés, például az Iza nevű kedves lánynál nem volt annyira örülés, ő nagyon szereti egyébként a spontán helyzeteket, ezt elmondta magáról, de amikor spontán megjelent náluk a stáb, akkor elbökte magát, hiszen nem volt kifestve. Jó, figyelj, megteszünk akkor téged ügyületes VV-t. Nézni fogom végig, főleg a gyerek miatt nem. Ügyeletes VV ilyen felelősnek, jó? Tehát mindig meg, ha látunk valami címlapot, vagy megkérdezünk, ez miért van? Mert én biztos, hogy nem fogom ezt most nézni. De az RTL 2-ben is nem tudok oda kapcsolni, pedig van. De hogy valahogy a 104-es csatorna környékén van, és mindig előre megyek, és nem jut eszembe. A Super TV 2, meg az RTL 2. Pedig ott van, tehát hogy van csatornám. Én a beharangozóját láttam ennek a műsornak, ami arról szólt, hogy kivetkőzik minél gyorsabban mesztelenre, és férfi tud-e terpeszállásban himbi-limbit lóbálni. Igen. Ez lesz a műsorban? Hát szerintem körülbelül ez. Már néhány helyen, már mondom, necces volt, és a jövőben tényleg oda is kell figyelnünk rá, hogy a gyerek ne nézze velünk együtt. Úgyhogy ebből kifolyólag én sem valószínűleg nézem mindig, de majd az összefoglalókat megnézegetem. Nagyon helyes. Érdekesek voltak egyébként. Van benne konkrétan bolond karakter, aki szerintem egy az egyben ilyen Lali típus lesz ebben a műsorban is. Tehát ugye az Éjjel-nappal Budapestnek a Laliát megtalálták ide is Simon személyében, hogy legyen azért egy ilyen karakter, és vannak többen. A csajok egyelőre kicsit összemosódnak, őket nem nagyon lehet leválasztani egymásról. Hiszen mindannyian vagy műsorvezetők szeretnének lenni, vagy szupermodellek, bármit is jelentsen ez a szupermodellség. Meg hát igen, mindannyian, ez szupermodell. Igen, tehát szeretnek nagyon sok pénzt elkölteni, és nagyon sok pasival. Az egyik saját bevallása szerint már 500-al volt az egyik lány. Nagyon menő. Jó. Szép teljesítmény, gratulálunk. Úgyhogy. És anyukád is büszke rá, mint az egyetemi diplomádra. Na igen, ez megint egy más kérdés. Ezen el is gondolkodtam, hogy amikor a papa-mama látják bent a villában egyrészt a gyermeküket, másrészt, amikor majd olvassák az újságban, hogy miket írnak róluk. Mert hogy az egy kemény próba lesz. És mi volt itt azért, hogy tegnap este Bence fiadat nagyon oltották. A nagy.
Bántottál? De mi történt? Nem az láttam. Attila. Az Attila, ugye az előző sorozatnak a nyertese, nagyon osztotta. Ő mit nagyon keményen. Ott? Hát meghívták vendégnek, ja, a Csabival együtt. Igen, és akkor Csabi? Hát oltotta. Igen, ő azt hiszem, hogy abban a szériában a második lett. Ja, túl, az egy elég szürke fiú volt, erre emlékszem. Igen, ilyen kedves helyes. Aha. Ilyen, hogy hívják, mindenki ilyennek áll. És mit mondtak a Bencének, hogy miért bántották? Hát ők kettőjük között szerintem lehetett már korábban valami affér, aminek ezzel a következménye volt. Tehát először is ugye oda ment, és téged is emlegettek, téged emlegetett az Attila. Konkrétan, hát illetve nem egészen konkrétan, bocsánat, hogyha nem pontosan idézek, azt történt, hogy az Attila azt mondta a Bencének, hogy éppen Csabival arról beszélgetünk, hogy vajon tudsz-e majd folyamatosan annyit beszélni, és hogy milyen jól hozod egyébként ezt az önimádó, öntelt Balázs várjál, csak azt mondja, hogy nem, az önteltséget azt mondta, a Bencére mondta, azt mondja, hogy Balázs utánzó karaktert. Jaj, szegény Bence. Igen, ezt is megkapta. És az a baj ezzel, hogy a Bence most emiatt rád dühös. A következő körben azt mondta neki az Attila. Én vagyok a keresztje, tehát ő ezt, amíg műsort vezet, addig fogja ezt cipelni, szegény. Elkérdezett a Bence az Attilánál arra, hogy melyik a legszimpatikusabb karakterédük a számokra, és akkor az Attila mondta az egyiket, erre Bence azt válaszolta, de hát ő még benn sem volt. Igen, ám, de az interneten meg lehet nézni, vagy te nem is tudtad, az interneten meg lehet nézni, te vagy a műsorvezető, és nem tudod, még rólad is vannak fennképek. Ja, azt tudom, hát az persze, na, jellemző, azt persze tudod, hogy rólad vannak fennképek. Ez volt a másik, és a végén Attila úgy köszönt el tőle, hogy köszi Balázs. Nagyon-nagyon-nagyon nyers volt. Nagyon nyers volt. Ó, szegény. Lehet, úgyhogy emiatt visszanézem. Kapta az ívet elég rendesen. Ó, szegény Bence. De és ráadásul úgy is rakták fel az internetre, hogy a második kis anyagocskának, illetve amikor elköszönt tőlük a Bence, az a vége, hogy még az pont benne van, hogy köszönjük, Balázs. Ja, igen. De ott szerintem valami a korábbi affér lett a háttérben. Ja, hogy ők nem bírják egymást. Valamiért nem. Jól van, nézem az SMS-eket, mire tudunk még gyorsan reagálni. Milyen kis grafománok a hallgatói ma reggel? Hány SMS jön? Hát lehet, hogy az SMS fal. Vagy csak működik az SMS fal, igen, pénteken elszoktunk. Nézzük meg a dátumot is. Igen, jól van, játékhelyzettel, helyzetügyileg hogy állunk? 3-2-re vittük a múlt hetet, és most meg ugye még 0-0, mert hétfő van. Anna nekem 4-1-et ír. Nem. Nem? Most ért át az. Igen, 3-2, megtévezted. Igen, 3-2, 4-1. De tulajdonképpen a lényeg, hogy nyertük. Ez a fontos, hogy megnyertük a múlt hetet. Tehát a január bekezdtük egy ilyen kis... Megadtuk az alaphangot, nem? Visszavágva az univerzum királyaként elvesztett december tavalyi utolsó játékáért. Lehet jelentkezni újra SMS-ben, arcoskodni bátran, nyugodtan kihívni bármelyikünket. Hétfő van, bárki játszhat. Úgyhogy tessék SMS-ben jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggel. Gyerekek, megy az Ausztrál Open, gondolom lázban vagy. Persze, ugye? Hogy a fenében. Hogy tehát olyan lázban égtek, látom rajtatok, hogy kapcsoljam be a tévét, hogy mi a fene van. De nem úszátok meg, szóval, hogy itt ezt nem tudom kihagyni. Az hogy van, amikor így a vonalra megy a labda, és kikérik a challenge-et, mennyinek kell a vonalon lenni? Bármennyinek. Ha kicsit is, akkor már jó. Igen. Az egy, hogy érje hozzá. Tök mindegy, hogy a labda egészében, tehát nincs, hogy a labda háromnegyed, de egészen negyed, de ha egy lehellenyit is karcolta, akkor az már jó. De hülyén van festve a pálya, az egyik fele tök világos, a másik meg sötét. Tényleg elrontották, igen. És a fű is kék. Úgy, gyerekek, hajnalokba fogok jönni, nyugos leszek, morcos leszek, álmos leszek, rossz kedvű leszek. Hát köszönjük szépen az Australian Open rendezőjének. Köszi szépen. Nem nagyon tudtok majd hozzám szólni. Előre szólok, hogy a következő két hétben nagyon sok teniszt fogok nézni, és ez hajnalban van. Tehát... Fogadjunk már valamire. Várjunk egy kicsit, szerintem. Fogadjunk arra, hogy az elkövetkezendő hetekben hajnalig fog nézni majd teniszt, és majd rossz kedvűen jön. Figyelj, tudod, hogy Nadal Djokó, tehát, hogy Rogeré már nem, de rettenetesen nehéz ága van, rossz sorsolása van, tehát minden összejött neki, a második, harmadik körben már Tsonga várja, meg negyed döntő Nadal, tehát szörnyű sorsolás van, a Djokó meg besétel a döntőig. Tornáján meg is verte Rogét, a Leighton Hewitt. A Brisbane-ben így van, kikapott. Szóval, hogy egy ilyen Nadal gyokorra benne, de várjunk egy hetet, és nézzük meg, ki esett ki, és egy hét múlva ilyenkor már meg tudjuk tenni tétjeinket. Majd szóljál, jó? Hogy bent van-e még az emberünk, a tiéd bent van-e. Jó. Gyoko a címvédő, tehát nem teszel mellé, ha megteszed, mert hogy őt ezt tavaly megnyerte, úgyhogy. Te választasz. Én gyokorra nem. Én akkor Nadal majd. EF-ből semmi. Hát gyokorra nem, akkor már inkább Nadal.
én jobban kedvelem. Feré, majd függetlenként, majd figyelek arra, hogy nehogy bebőrözzön, hogy nehogy olyanra tegyél, aki már kiesett. Tegye Stefan Edberg. Tegye Boris Becker és Stefan Edberg. Én arra emlékszem. Björnborg, igen, vagy Rod Laverre. Na valószínűleg a ruha kollekciója. Nem kedvelem, vagy híre, de ő jutott eszembe. Na jó, akkor figyeljük az eseményeket, és velük se járnék. Ez a 30 fok van most Melbourne-ben éppen. Én nem fáznak. Nézd már meg. Hát nézem, hát. Ja. Ő még, igen, de a másik oldalon, aki áll, ott azért a comba nagy... Hogy játszanak, nem bírom nézni, rosszul leszek. Szorítás lenne. Mert nem comba, a conga. Ja, a conga. Igen. Hétvégén olyan meccsem volt, gyerekek, olyan meccsem. Na, volt, hogy kivel játsztál? Egy barátommal. Kit tanítottál? Nem, 3 szettet, 2,5 órát játszottuk, de behúztam a 3. szettet 6-3-ra. Óriási csata. Miért volt. Miért késett valamelyiköt? nem tudtuk legyőzni egymást, de végülis behúztuk. 6-3 lett az utolsó. Kupát átvettem. Nem, igen, volt egy kis ünneplés, megünnepeltettem magam. Nem, csak nagyot játszottam. Volt hiszti. Hiszti mindig van. Kim volt, Vele nem, ő megadja. Nála nem mozognak a vonalak. Na nézzünk egy-két közlekedés SMS gyorsan. Szigetvár, Kaderkút, tökéletes látási viszonyok. Hát így van írva, remélem így is kell mondani. M5 Szeged felé 2 kamion ütközött a 76-os kilométer körül. Csak egy sáv járható, de az is tele törmelékkel. Hatóság még nincs, üzente Szilárd. 51-es út, 54-es kilométer feje tetején egy autómentő, rendőr még nincs. Pisti küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Ez Dömsed után van, pontosan az 54-es kilométernél kormányzó is elküldte nekünk. És kezdte Siófok az M7-esen ködmentes, jó járható, 2 fok van, üzente nekünk Árgyi. Na, hát ezek a legfrissebbek akkor. Mi pedig valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Attila vagyok. Attila, Szia! Hello. Attila! Attila, honnan hívsz minket? Itt vagyok a fővárosunkba. Fővárosunkba vagy, dolgozol már? Igen. Dolgozol. Mit csinálsz? Buszt vezetek. Ó, de távolsági vagy? Nem, belvárosi. És most is ott éppen? Most is ott éppen. De jó Isten. Nem lesz ebből baj, hogy éppen beszélsz? Nem, mert kihangosítom vagy. Ja, kihangosító. És mi a vonalad? Merre mész? Vagy hol vagy? A Népstadiontól indulok. Vagyok a 130-oson. A 130-oson. Aha. És utasok már mögötted ott bent szépen? Igen, mindenki. Mindenki. Milyen menő, hogy a buszsofőrök itt headsetről be tudnak telefonálni a játékban, nem? Figyelj, és hol hallgatsz minket? Van egy kis rádiód, ami szólhat ott az utas a buszsofőr fülkében? Vagy hogy hallgatsz minket? Hogyha hallgatok, akkor mindig a headsetem. Milyen szörnyű, hogy bármit félek, arra kell gondolnom, hogy nehogy baj, félek kérdezni, hogy miből van baj. Ez most egy rossz reflex? Érted, hogy nehogy bántsák, vagy hogy olyat kérdezek, hogy most hallgat rádiót, és kiderül, hogy hallgat rádiót, akkor baj lesz belőle, vagy nem hallgat rádiót. Most egy picit hajtoljam át rájuk a felelősséget, tehát, hogy aki betelefonál, meg küld nekünk SMS-t, és játszani szeret, annak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen következményekkel járhat, ha jár. Úgyhogy én szerintem Attilájtnál nincsen semmi gond. Nincs, tehát hallgathatsz rádiót. Jó van. Oké, Attila, kivel? Velem. Jó választás szerintem. Pont a tenisz eredményeket akartam megnézni, mit játszott Rodzsi. Stos Zakó 6-3. Stos Zakó, ez van kiírva 6-3. Hogy a másik 4 szám mi az Istenle, nem tudom. Stos Zakó 6-3. 2-4, valami AD stúdió, ilyenek. Igen. Na mindjárt megnézem Rodzsi. Reméljük, hogy nála nem igaz az, hogy Dómen ezt Dómen. Attila, mehetünk? Mehetünk. Oké, okay, Jani. 3, 2, 1, fejlő. Attila, akarsz kérdezni? Szeretnék. Na, parancsolj. Te játszottál már a héten, vagy próbálkoztunk legalábbis, ugye? Igen, csak akkor... Köszönjük szépen! Na, jó van akkor, Attila. Jó van. Ezt ne csináld már. Igen. Jó van akkor, Attila. Hát nem jutottunk sokáig. Várj egy tapsot, gyorsan berakok, azért ez hadd szóljon nekem itt. Igen? Ott van. Hallod? Hallom. Mi volt veled? Én voltam a halk volt. Mi volt veled? Azt hittem... Nem tudom.
Pedig annyira rákészültem, hogy nem fogom mondani, de hát... De nyugtass meg minket, Attila, sok időt nem fetszöltél a készülésben. Nem gyakoroltál sokat, ugye? Jó van. És azon szempontból is nyugtass meg, hogy gyors, jobb buszsofőr vagy, mint játékos, mert sokkal jobban vezetsz, mint ahogy játszol. Sokkal jobban. Attila, hát annyira rákészültünk erre, de ez most nem volt hosszú. Hát sajnos. Ne keseredjél nagyon, sokkal, jó? Sokkal könnyebb ám, amikor nem így adásban van az ember. Hát nyilván persze, izgalom meg, sokkal hallgatnak. Az jó, az igen. Oké. Okay. Atti, köszi a játékot. Én is köszönöm szépen, sziasztok! Szia! Hello, ciao, ciao! Gondolom, bevágott elé egy kis Suzuki, aztán az... Igen, gyere csak, ja! Ő volt az, aki egyébként játszott már velünk kedden, vagy játszott volna, de rossz volt a vonal, és megszakadt, ezt Anna megírta, és akkor emiatt nem tudott újra játszani. Jó van! Szép volt. Azért picit lehet örülni, nem? Hát ez egy. Megindítottam a hetet, vagyunk. Megadtam az alaphangot. Nem, én mindig éreztem rajtad az Ausztrália Openből kifolyó, kifolyólag bekövetkező indiszponáltságot. Kicsit olyan zavart voltál, nem volt, kicsit olyan setés után kérdezgettél. Igen, úgyhogy kicsit elkalandoztam, visszajöttem a játékba. Volt 8 másod. Igen. Egy perc, pontosan 7 óra. Vannak új részletek a bankrobbanásról? Bankbetörés volt, és valakban. Van új részletünk? Semmi? Semmit nem tudunk. A legutolsó az, hogy a katasztrófavédők azt mondták, hogy gáz szivárgása utoló nyomot nem találtak, úgyhogy valószínűleg nem gázrobbanás. De hát valaki alulról fúr, gyerekek. Csak valami rossz helyre, mi nem a ez a matkó, hogy nem engedi magát a rohadt életbe, nem érünk oda, az elfúrta a gázcsövet. Szerintem alatta vagyok. Pont alatta, az nem jó. Igen, nagyon nem jó, ott egy gázcső van. Na mindegy, szegények, igen. 7 óra van, pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra úgy pontosan 10 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M6-os 12-es kilométer kamionál leállósában nincs még kibójázva, dobozos küldte nekünk. A 4-es úton lángol egy teherautó a ceglédi körforgalom után a dupla sávon, tűzoltó sehol, ezt Attila küldte, és a Robert körút, jó, Károly körút jó járható rendőrök irányítanak. Ezt Adrien küldte nekünk. M1-es Budapest, Mosonmagyaróvány jó járható, hatóság és balesetmentes, Brünci, és Feritől kérdezem, hogy a Hooligans előtti fellépésről lehet-e valahol videót találni? Gebiszt kérdezte ezt tőled. Hát, csináltatok arról valamit? Mi nem, ugye kint volt a televízió, mert a Hooligans-t rögzítették, és próbáltam ott az operatőr kollégákat megfűzni, hogy hozok nekik innivalót, ha bennünket is fölvesznek. Hát érted, egyszer öreg leszel, nézel egy januári estén, hogy mekkora sztár voltál, a Hooligans volt az utózenekarod. Igen, meséled az unokáknak. Igen, meséled az unokáknak. Sikerült őket meggyőzni, hogy a ti utolsótokat vegyék fel inkább, mint a Hooligans-nek első. Az utolsó. Vagy az ő első. Hát, ha nekik nem marad, ez nem olyan nagy gond. Nem, úgyhogy ilyen hivatalos felvétel nincs, de valaki biztos csinált róla. Hát neten meg kell nézni. Mi nem rögzítettük, mi tudjuk, hogy jók vagyunk, tudod? Tehát nem van. Nem, szerintem. Igen, az rögzíti, aki vissza akarja nézni, hogy hol hibázott. Igen, hát minek? Hát most így van. Hát tudod, hogy jó vagy. Meg ők nem hibáznak, hanem egyedi felfogásban játszák. Ennyi. Jó, de jó volt, ezt megjegyzem. Nem hiba volt, mi így játszunk. Gyerekek, mi van ezzel a bankkal engem? Ez nem hagy nyugodni. Tehát, hogy ez ritkán robbannak föl bankok itt. Valaki vagy belefúrt valamibe, vagy be akar törni, vagy alulról jött, és tényleg elnézte a maszkót, és belefúrt a kékszínű gázcsőbe. Nem, bank csak úgy nem robban föl. Tessék? Sárga. Sárga. Na látod? Itt ott lehetett a baj. A kék a vízcső, vagy? Ott lehetett a baj. És mindig sárga a gáz? Tehát az a sárga? Az a sárga. Aha. De lakáson belül bármilyen színre festheted, nem? Csak lakáson kívül sárga? Időnként két hetente jön valaki és megnézi, és ha nem sárga, akkor... Akkor nagyon leszúrnak. Én egyébként most pont fehérre festettem. Na, akkor nem sárga. Szörnyű, ez a gázóra alatt van, úgyhogy az csak a gáz lehet. Szörnyű, a gáz van a lakásban, de nem tud elrejteni a gázcsöveket, nem? Tehát a radiátor ott jön, szörnyen néz ki. Na de mi van? Utána olvastatok? Megnéztetek, hogy van-e valami friss? Itt valami nem stimmel, gyerekek. Meg mi van akkor, ha neked ott széfed volt például? Hát, az na, garis. Hát. Nem lehet garis, ugyanis több készpénzt nem tárolhatsz benne, fegyvert nem tárolhatsz benne. Na most szépen mindenki pénzt tárol. Aha. Ugye egy széfed akkor van, ha te nem akarsz berakni valamit a bankba, mert van mondjuk fekete jövedelem. Berakod a széfbe, bérelsz egy széfed. És beraksz oda még 50 millió forintot. Hétfő reggel arra kezd, hogy a te bankod fölrobbant, és ott van benne mondjuk 30 millió forint, amit te nem tudsz igazolni, hiszen illegális pénzt tartani a széfben. Na most, ha az fölrobban az a rész, mondjuk a bankon belül, aha, és benne volt akkor még 100 embernek 10 millió forintja, akkor 100 millió ember ott most úgy robbant föl, hogy téged arra keltettek reggel, hogy fölrobbant a bankod.
Érted? Legyen szíves bejönni. Hova? Nincs ban. Hova? Kulcsot ne hozza. Van egy körülbelül 25 kilónyi papír fecni. Hál' Isten, nekem nem kell, nincs fekete jövedelmem. Csak eszembe jutott, ugye nagyon sok bank csinál szép szolgáltatást. Ugye? Ami arról szól, hogy te bemész egy ilyen kis szobácskába, és akkor ott berakod. Hát látni különböző videókon ilyet. Meg hát tényleg minden banknak van már ilyen 2000 forintért bérelsz. Egy évre, egy hónapra, nem tudom mennyi. Körülbelül ennyi. De akkor mit lehet benne tartani? Bármilyen egyéb drága szágot? Elmondom, itt autóhoz vonatkozó adásvételi szerződéseket, tulajdoni lapokat, olyan mondjuk németországi tulajdoni lapot az autónak, törzskönyvet. Például Németországban az a szabály, hogyha neked a törzskönyv nálad van, akkor azért az autó, akinek a törzskönyv van. Tehát elveszed az én német törzskönyvemet, akkor tiéd az autó, igen. Tehát tök hülyén. És azt berakod mondjuk páncélszekrénybe vagy szépbe. Jó tudni, hát tudom, hogy nálatok ez éppen akut, hogy most német, szlovák, vagy nem tudom, osztrák rendszámotok legyen. És akkor mi van, ha fölrobban a széf? Aranyat tarthatsz benne? Bármit. Fegyvert és pénzt nem. Ha jól tudom, de nem értek hozzá pontosan. Most nálunk a legdrágább egy fogszabályzó. Hát szerintem... jó, de akkor nem tudja a gyerek hordani, nem jó. Tehát valaki alulról ment, valószínű? Mi? Hajnalban senki nincs a bankban, ami ott robbanhat. Minden le van zárva, le van áramtalanítva, van egy riasztó. Aha. Mi a fene robbant föl a bankban, gyerekek? Engem ez nagyon érdekel. Előről akartak bejutni, az üvegportát robbantották? Vagy automatát akartak elvinni? De szerintem inkább az lehet. Tehát, hogy ez a... És aztán magával rántott valamit. Ez melyik? Ez a főváros nevű bank? Ez a 16 főváros nevű bank. Az? Az. Igen? Azt hiszem az. Most azon gondolkodom, mert az én bankom az mellette van, ott van automata, de hogy a főváros bankban van-e, azt hiszem ott is van. Sőt, ott úgy van, hogy ráadásul be se kell menned a bankba, tehát az a külső falon van. Igen. Lehet, hogy ezt akkor azt akarták. Milyen jó a helyismeretet felé benne? A külső falon van az automata, igen. Azt mondod? Hát igen. Akkor ez biztos, hogy azt akartak fölrobbantani. Azt, hogy utcafali robbantás miatt kidőlt. Akkor az. Tehát akkor az, hogy kirobbantották az automatát. Aha. De egyébként ezekben az automatakon nincsen ilyen festékvédelem? Amikor elkezdik feszegetni, akkor berobban egy kapszula, aztán tönkretesz minden? De elvileg kell most már lenni az összes automatában. Hát lehet, hogy a kapszulát robbantották, hogy ne robbanjon magától. A kapszulát akartak megszerezni. Aha. Tehát a kapszulás részét robbantották az automatának, ami ugye aztán megszínezi a pénzt. Azért jó ez egyébként, mert nem tudod kinyitni. Ha ki tudod nyitni, akkor minden tiszta festékes lesz. Egyébként lerombolod a fél bankot vele, egy csomó emberrel kicseszel, és tesi útsz pénzhez, és még ráadásul rajta is kapnak, akkor a rendőrség szerint azt mondja, hogy 10 négyzetméter területen robbant ki. Hát az azért 5x2 mondjuk. Azért az nem kevés. Egy 5x2 méter kidőlt a fal a Lehel utcában, a bank oldalfala. Elszálltak volt, a kellett a pénz, nem? Viszont azzal az alvállalkozóval én bármit csináltatnék, aki azt oda rögzítette. Mert hogy a fal jött ki, és nem pedig a nem az automata. Igen. És azt se tudjuk, hogy elvitték-e az autó, nem írnak semmit. Hát ugye most nem tudom, hogy azt keresik-e, hogy ott van a fölrobbant az automata is. Lehet, hogy kicsit, miért megmondtam, már ne annyi C4-et tegyél oda, érted, hogy állat fölrobbantottad az automatát is. Érted? Tehát honnan szereznek, ha mondjuk valaki el akarta ropni az automatát, hogy csinálsz bombát? Tehát ez simán ott az interneten, fölmész egy kis salétromsap, egy kis mandula, meg egy kis nem tudom, csinálsz belőle egy olyat, ami kirobban 10 négyzetmétert egy bank oldalából. Ez egy ilyen városi legenda azért, tehát hogy én még akárhogy kerestem, nem találtam fönn a neten. Egy konkrét bomba készítés. Pedig nagyon akartam. Mi van, Balázs, abban a bankban tartod azért, hogy ennyire érdekel, kérdezi Eszter. Nem, hát csak most már ott tartunk, hogy bankok robbannak, hogy valaki ennyire elszen. Ugye most már gondolom, hogy az összes automatát így megpróbálják falba rögzíteni, hogy ne legyen ez a barkasszal berakod és gumikötelet kötsz rá, és megpróbált kirántani, nem? Régen ez volt. Igen. Igen, de hát ez sokszor egyiket marára nem célra vezető. Egyrészt ugye a járműnek az ereje, meg nem tudod eleve meghatározni, hogy mennyire van az oda rögzítve. Tehát, hogy ezért vannak fönt a neten is olyan videók, amik szerintem nagyon mulatságosak, amikor így nagyon küzdködnek. És nem tudják kirántani. Igen. És leszakad az autó átúja. De a legszebb az volt egy ilyen kirántásos sztorinál, akkor sikerült kirántani, azt hiszem az első között volt, és hát a nagyon csodálkozott az elkövető brigád, a három fő, hogy ahogy hazaértek, nem sokkal később a rendőrség megjelent a titkos helyszínen. Ennek egyetlen egy oka volt, ugyanis gyakorlatilag 4 kilométeren keresztül húzták maguk után az automatát, ami fölvált az aszfaltot. Tehát így menni kellett a nyomon. Vagy amikor megtalálták például az automatát úgy, hogy látszott rajta, hogy megpróbálták ki, de nem tudták. Tehát
hazavitték, igen. Szanaszéjjel szedték a bankot miatta, de iszonyú melójukban volt benne, ráadásul ugye a bűncselekményt el is követték, de utána nem tudták kinyit, és ott hagyták egy szántóföldön. De meg hát azt mondja, egy robbanás az rohadt hangos, hát arra egyből odaér a rendőrség. Tehát, hogyha te megpróbáld kitépni az automatát, ugye ott még behatolsz, megszorriasztod, de hát egy robbanás az konkrétan felveri az egész kerületet. És itt lakások vannak a bank fölött. Igen, így egy hallgató, hogy a párommal arra ébredtünk, hogy valami robbanás volt a környékünkön, a rendőrséget hívva megkérdezte az operátor, nem álmodtam-e. Mire én kérdezem, hogy szinkronban a párommal ezt álmodtam volna, beleremegett az üvegünk is, nagy detonáció volt, írja István, valószínűleg ott lakik a környéken. A húgom abban a házban lakik, 5 óra felé visszamehettek, mert kiterelték őket, garázsba sem mehetett se kisebbe senki. Valószínűleg a bank bombabiztos hitelt ajánlott a bank az ügyfeleinek. Írja egy hallgató. Kirobbanó kamat akció. Na mindegy, jó van, nem, csak ezért ez érdekel engem, hogy ez hogy volt ez. Azt mondja, bentről robbantottak, mert az ajtó üvege a túloldalra repült. Hátulról akarták a széfet fölrobbantani? Úgy, mert ha fronton van a széf, utcafronton, akkor az hátulról töltik. A hátsó részéről. Igen. És akkor valószínűleg ott akarták kirobbantani is. Mennyi pénz lehet egy ilyen automatában egyébként? Tehát, hogy hány ilyen pénz lehívást bír el? Oda mennek, van benne a 30-40 millió forint akár? Igen? Annyi simán lehet szerintem benne. Simán. Annyi simán. De hát az sem mindegy egyébként, hogy mikor mész. Tehát, hogy erre is érdemes odafigyelni, kedves haraboló urak. Igen, de arra gondolok, hogy rákötsz egy kötelet az automatára. De az se olyan egyszerű egyébként. Persze nem olyan egyszerű, de elkezded húzni. Hazahúzod az új lipotvárosi lakásodban, hazahúzod egy... Hova húzod haza? Végigmész a körúton, úgyhogy te húzod az automatát? Tehát azok, akik kirántják és el akarják húzni, hova akarják elhúzni? Viszonylag könnyű észrevenni, hogy ott húznak egy automatát, igen. Tehát viszonylag hamar lekövethető. Vagy meg, hogy nem? Teszed fel a platóra. Vagy hogy rakod fel a platóra, igen. Hogy viszed fel a tizedikre, ahol laksz. Lifttel. Tessék, mi most megterveznénk egy ilyet, hogy csinálnánk? Tehát ki akarunk rabolni egy bankot? Vagy fel akarunk venni egy bankautomatát? Mi a menete? Én nem kapkodnék. Tehát én mindenképpen megfigyelném azt, hogy mikor, mennyi időként van feltöltés. Tehát, hogy nehogy azt kirobbantjuk és elviszünk, mint a 8000 forintot. Igen, üresen. Mondjuk feltöltés után vagyunk, oké. Mondjuk a feltöltés az általában nappal történik, tehát rögtön utána nem mehetünk oda, mert az picit kellemetlen lenne, de még aznap este kellene. Na, de hogy használnánk-e gumit, mi kell hozzá, milyen járművel menni? Mindenképpen a biztonság kedvéért. Ne örüljünk előre, még nem milyen a pénz. Tehát ahova én járok, ott belülről töltik. Tehát neked benn kéne állnod egy teljes napot a bankban, hogy lásd, hogy mikor viszik bele a pénzt. Ha, az nem lenne gyanús, hogy ott állnál. Elnézést, János, nem akarod oda menni az ablakhoz? Nem, én jó, de várom. Mondjuk tele van pénzed, tessék, mivel robbantod ki? Tehát, hogy mennyire okosak azok, akik csinálják? Itt ül három ember, akinek most lehetősége van kirabolni egy bankot, tessék, mivel robbantod ki? Hova, mit veszel meg a praktikerben, mit veszel az obiba, mi kell ahhoz, hogy mi hárman el tudjunk kinni egy ilyen automatát? Mondjuk azt mondanám, te hogy gyerekek, jó volt a Martekból, ezt ki kéne robbantani innen? Oké, Jani, vedd meg a kellékeket, tessék. Honnan tudják, hogy mi kell hozzá? Én vállalom a táskát a pénznek. Az például elhozzám. Én a falnak mennék neki, nem? Tehát, hogy körülötte próbálnám megbontani. De neki tolatnál egy, mit tudom, egy Warburggal 600-szorra? Széted egy beton? Egy Warburggal nem. Jó, akkor mi jön egy Hammerrel? Csak te autód jöhet szóba. Vagy az én autómmal. Igen, valami masszívabb szerkezet kell. Nincs hova kötnöd a kötelet. Igen, tehát iskolázottak vagyunk, és hárman nem tudnánk elvinni. Nem tudnánk elvinni egy bankautomat. Hát ezek nem ez a profilunk. Jó, okay. Igen. Csak akkor tudod rákötni, hogyha körbe kibontod a falat. Tehát a Janinak igaza van, hogy falat kell dönteni. Falat kell dönteni. Utána már rá tudod hurkolni a kötelet. De hogyha bent van a falban, akkor nincs hova kötni. Vagy az van, hogy oda hegesztesz két fület. Az se ciki ott. Igen. Az éjszaka a kötelet ne rám bízzátok, mert akkor elmegyek valahol és veszek akciósan valamit, amivel meg lehetne húzatni esetleg egy kis polákot. Fúj, nagyon gyengék lennénk gyerekek. Tehát egy ilyen nyomorultoskodás lenne. Csak azt nem tudom, hogy egy autóval térfigyelő kamerák előtt hárman maszban nem sokkal lebukás veszélyesebb, mint bemenni egyedül maszban egy pisztolyjal, elkérni a pénzt és elmenni? Mint rákötni, húzogatni, aha, fölrobbantani, berobbantani. Hát gyorsabb a igazad van bemenni, igaz, és azt mondani, hogy kérem a lóvét. Igen. Ez a gyorsabb. Igen, holnap vizsgázom biokémiából, már két hete 14-15 órát tanulok naponta.
Ja, azt hittem, aláírja egy bomba receptet. Az interneten nem volt ilyen, hogy lehet salétromsavból, meg ez legenda? Elviekben persze lehet írja valaki, hogy itt gázolaj, meg műtrágya, meg igen, tehát vannak ezek a sztorik, de hogy itt azért egy ilyen precíziós robbantásra lenne szükség, de nem egy egyszerű, és akkor robbanjon, minél nagyobb robbanás, annál jobb, ez így tönkreteszel mindent, tehát hogy ettől függetlenül, hogyha lehet, hogy felrobbantott körülött az épületet, de ez le van csavarozva mondjuk. Uh-huh. Tehát akkor ez legenda, hogy én az internetről tudok bombát persze készíteni. Össze tudsz rakni, csak nem mindegy, hogy milyen bombát raksz ide össze. Érted? Mm-hmm. Csináltam 4 molotov koktélt, rádobjuk, jó? Dobjad, Feri! De ne így már meg, Feri, dobbál! Igen, dobbál a OTP bank előtt állunk, dobáljuk a bankot. Na jó, ha tudunk frisset, akkor mondjuk, de érdekel az egyébként. A 16. kerületben is felébredtünk a robbanásra. Azt írja nekünk egy hallgató, igen. Hát én 16. kerületben lakom arrébb, de én nem ébredtem. Jó, de ahogy te alszol, az igaz. Neked azért mély az álmod, az is igaz. Igen, te egyszerre alszod a Mariannárok mélyére, semmivel nem lehet felébreszteni. Én meg azt álmodtam, hogy földrengés volt nálunk, úgyhogy nem valószínűleg mi is hallottuk a robbantást. Gergő azt írja, hogy gumipókkal akarták kitépni, és oda csapta a kocsit a falon. Visszarántott az autó. Hát ezt tudod, hogy konkrétan volt. Ez a gumipókos volt. Hogy volt ilyen rabló, aki megpróbálta, és visszarántotta, meg kiszakadt a falból, meg fölrobbant. Hát ezek voltak? Ő se volt túliskolázott valószínűleg. Hát igen, de ha iskolázott lenne, akkor valószínűleg nem bankot rabol, hanem dolgoznám. Hanem a bankszférában dolgozik. Hanem igen, banki alkalmazott lenne, igen. Na, van egy nagyon helyes hír, és szerintem sokan jártak így, beszéljünk róla néhány mondatot. Csontérképezésre hívtak egy nőt, akire aztán a termékbemutató rádumáltak, amit csak lehetett. Csontérképezés. Ez mi az, hogy csonttérképezés? Csontsűrűség. Csontsűrűség mérés. Így van. Aha. Időskorban ugye a csontritulás az már egy komoly veszélyfaktor, és gondolom a néni fogékony volt erre a témára, hogy bácsi, nem tudom, elsősorban néniket szoktak berántani, és őket szokták levenni. Szerintem egyfelől én nagyon bírom ezeket az embereket, mert hihetetlen beszélőkéjük van, és hogy olyan mesteri módon űzik a rátukmálást, hogy az valami hihetetlen, de ez mégiscsak két ember kell hozzá. Tehát, hogy aki ott meg is veszi. Igen. Hőkamerás csonttérképezéssel paliszták be a nénit, aki 65 éves volt, és egy évig fizeti még a rátukmált terméket. 8-10 hozzá hasonló korú ember ült, hőkamerás szemfényvesztésről szólt az előadás, és közölték neki, hogy valami baj van az ízületeivel. És a néni azt mondta, hogy elkezdett velük beszélgetni, egészséges életmódot ajánlottak neki, majd egy svájci csodamasinát, amit a néni egyébként azért, mert hogy brilliáns meggyőző képessége volt az előadónak, megvett néhány konyhai géppel kiegészítve. Kíváncsi lennék rá, hogy 10 jelentkezőből hánynak mondják azt, hogy egyébként teljesen egészséges tetszik lenni, és feleslegesen nem. Ja, hogy nem, feleslegesen tetszett eljönni, nem, mindenki vett. Igen. Csak azt nem értem, hogy téged elhívnak egy ilyen termékbemutatóra, ahol neked a csontsűrűségedet mérik. Hogy kerül oda egyszer csak egy éles váltással víztisztító, gőztisztító, takarítógép és robotgép? Árukapcsolás. Így van, pont én is ezen gondolkoztam, hogy vették meg ezeket. Azt mondja a néninek, hogy kedves néni, magának a csontképe nem jó, nagyon rossz. Igen? Ezt meg tudja változtatni az egészséges életmóddal. Egy takarítógéppel? Most figyelj ide, mert magának atkás a lakás a szívem. Tessék itt a jó. A legújabb kutatások igen, szerint az a jó atkák megrágják a csontodat. A néni 470 ezer forintnyi hitelt vett fel a bankban. És még mindig nyögi a részleteket. Szegény, nem volt olyan rutinos, mint azok a mamák meg papák, akik elmennek, ugye jó, megebédelnek, végighallgatják, vagy végigalusszák az előadást, és pedig nem vesznek semmit, és hazamennek. És ő még banki hitelt, tehát banki még hitelt a bankba fel, meg. Igen. Mert ha a helyszínen azt mondják, hogy itt a gép 100 000-ért, azt mondod, nincs nem mennyi, azt mondják, hogy van helyszíni hitel, azt megértem. De hogy ezek után még valaki elmegy egy bankba, ott vesz fölkest és visszaviszi, Jézus. 470 ezer forintot vett föl a néni. És megvette a víztisztítót, a gőztisztítót, a takarítógépet és a robotgépet. Ez volt a pakban 470 ezer forintért. Tetszik tudni, hogy a főzés során nagyon sok hasznos anyag eltávozik az ételből. De egy robotgép... Nem tudunk segíteni, mert van nekünk itt egy olyan kis tepsink, aminek zárható a teteje. Ez alatt csak megpárolódik, meggőzölődik az étel. És akkor igen, na ez. Ez volt az ennyi káró kapcsolás. Na jó, de na akkor de ehhez hogy jön hozzá a víztisztító, na a gőzpárásító, meg a robotgép? Tehát te beülsz egy előadással, fölmérik az egészségedet, és eljutsz oda, hogy 470 ezer forintért robotgépet vásárolsz, meg Sturmix gépet, azt hogy?
tetszik tudni, hogy a különböző krémes levesekben mennyi hasznos anyag van, például a kálcium. Na most a krémes levesek készítéséhez mindenképpen ilyen szükséges, elengedhetetlenül. Tessék, na most... Egy robotgép is! Marika néni, egy robotgép nélkül maga valószínűleg nem tudja megakadályozni azt, hogy drámai módon csontrikulás alakuljon ki a szervezetében. Sajnos erre, amely megváltoztatja az életét. És most van itt az utolsó pillanat, az utolsó perc, amikor megváltoztathatja az életét. Higgyen nekem, én nem akarok magának rosszat. És ráadásul most ebben a pillanatban új dimenziókat nyithat az ön vásárlási szokásaiban az, hogy a készülék mellé adunk önnek ingyen, még egyszer hangsúlyozom, ingyen. Mit kap manapság ma Marika néni ingyen? Semmit. De mi ingyen adjuk önnek. Neked van jövőd. Ez jó. Ebben a szakmában. Jó vagy. És amikor 8-10 ilyen idős emberből egy nincs, aki észnél van. Nincs. Tehát, vagy ez ilyen tömegpszichózis? Szerintem egyre ez a dolgok van már, mert valószínűleg 10-ből 8-an csak tényleg ebédelni mentek el. Azok nem figyelnek. Kettő viszont megveszi, és még abból is megvan a pénzük. Az a baj a regisztráció. Még az is egy nagyon, nagyon nagy komoly probléma, mert hogy egyszer regisztrálják magukat, hanem büdös életben nem fogják tudni magukat semmilyen hírlevél levondásával kikoptatni abból a címjegyzékből. Csak hogy leveleket kapsz, az egy dolog. Mikor 470 ezeret elköltöttél, akkor már nem bánod a leveleket. Lassú vízpartot most alapon, ők folyamatosan bombázzák a kedves mamákat és papákat mindenféle ajánlatokat, és előbb-utóbb valamelyik ajánlatra te ráfűzöl egész biztos. Sőt, korábban csinálták azt is, hogy úgy küldtek el házhoz dolgokat, úgy küldtek el neked a csomagot, hogy te nem is rendeltél semmit, viszont megkaptad a csomagot, felbontottad, és a felbontott csomagot már nem vették vissza, ki kellett fizetned. De nagyon-nagyon raffinált dolgok voltak, vagy ha kitörölted magad a címjegyzékből, az előzőből, a cég megváltoztatta a nevét, én futottam bele ilyenbe, nem úgy hívták már a céget, amitől annak idején rendelt az édesanyám. És nem tudtál megszabadulni tőlük. Náluk lemondtam, viszont ott volt a következő cég, akik valahogy, hogy nem a réginek az adatbázisát megkapták. És jött a havi folyóirat, vagy mi volt? Ne, igen. Az ő az 50. kis kupon. Jeleztem nekik, hogy önöknél már kétszer lemondtam ezt a dolgot, és hogy jó lenne, hogyha ígéretük, hogy szíven kitörölnék már végre az adatbázisból. Jó, nézzük meg hallgatóinkat. Biztos volt már, aki azért ráfutott egy-két ilyen csodatermékre. Tehát kutassunk egy kicsit, jó? Nem feltétlenül kell aláírni, de alá is írhatjátok, tök mindegy. Nem az a lényeg, hogy ki volt, hanem hogy ki mi olyan dolgot vett már meg, amit szinte már a megvásárlás pillanatában tudta, hogy nyilván valószínű kamu. Vagy otthon jött rá. Mint Erzsike, 65 éves, aki még néhány évig fizeti a 470 ezer forintos részletet, a víztisztítóért, a göztisztítóért és a takarítógépért. Házhoz már nem mennek így házal nem. Nagyon, ugye? Tehát nem, az már az, hogy bekopognak és eladnak neked, ez már nem jellemző. Igen, gondolom többször megverték őket, vagy legalábbis elküldték a francba, úgyhogy erről leszoktak. Egyébként azért mondjuk el azt, hogy nem minden esetben gagyik ezek a termékek. Csak elképesztően drága. Csak nem érnek annyit, mint amennyire adják őket. Nem? Persze. Igen, tehát, valamint a csontsűrűségeden nem változtat. Van azért olyan prémium kategóriás edénykészlet, ami teljesen rendben van, csak mondjuk kétszer, vagy háromszor annyiba kerül, mint ahogy egyébként meg tudnád vásárolni. És ilyenkor ezek a termékbemutatósok visznek magukkal bankosokat? Mert azért, vagy ez hogy működik? Hogy ott áll mellett egy bank képviselője, aki azt mondja, hogy tessék itt aláírni? Aha. Mert ugye a néni, mire kicsoszog a bankba, kap egy hitelt, visszamegy, hát azért az nem úgy van, hogy elnézést, hogy nyeljük 470 ezer forintét, van egy, nem tudom, egy OTP, kimegyek, fölveszek hitelt, visszajövök. Tehát annyira profik, hogy ők visznek magukkal embert? Helyszínű ügyintézés, ott van a néni, átül a kettes asztalhoz, megköti, aláírja és viszi a botmixert 470-re. Valószínű, hogy így működnek, ugye? Igen, meg de hát akkor ott a bank is benne van, nyakigebben. Hát a bank azt nem kérdezi, hogy mire lesz a hitel. Hát most ott egy banki képviselő van, illetve szerintem az is saját ember. Ez olyan, mint amikor autót vásárolsz, akkor se kell már bankba menni, hanem az autókereskedésben megkötik ugye a szerződést, de az nem egy banki alkalmazott, az autókereskedés alkalmazottja, csak kapcsolatban áll a bankkal. Tehát valószínűleg saját emberük van, odaülsz elé, személyét átadod, már meg is írták. És már megvan a hitelszerződés, és megvan a 470 ezer forint. És már viheted is haza. Azt a mindenit. A botmixert meg az ingyenesen ajándékba adott Best of Tanzla Fesztivál kazett a sorozatot. Atya Isten. Igen, a bankoknak tényleg megéri odállni, odáll melléjük, most ő mit veszik, nem? Tényleg nem érdekli, hogy most mire veszik föl. Jó, na nézzük meg, hogy kit, mivel sikerült már bepalizni, jó? Írjanak azon hallgatóink, akik ezt vállalják, hogy mit vettek, mikor jöttek rá, hogy gagyit vettek, és mennyiért sózták rájuk, illetve mi volt pontosan? Víztisztító, göztisztító, takarítógép, robotgép, botmixer. Anyósom vett egy botmixert, a másodikat ajándékba kapta. Szerintetek? Egy hónapja. És büszkén mondta, hogy kettő van neki. Egyet ajándékba kapott, kettőször tudta bekapcsolni. Konkrétan rásozták. Fél 8 óra, pontosan 2 perce várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 4 perc. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ugye arról beszélgetünk,
szegény nénit átverték ugye egy termékbemutatón, 470 000 forintért vett... Mit vett? Gőzborotvát? Vagy gőztisztító takarítógépet, robotgépet, 470 ezer forintot fizetett, és fölvett hitelt, visszament, és hát tulajdonképpen ugye bevásárolt ezekből a termékekből. És arra kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk olyan eseteket, hogy ki mit vett már meg nagyon sok pénzért. Itt általában mamák, nagymamák, anyósok, azok, akik kicsit túlvezérelve bevásárolnak általában, mert veszélyben érzik az egészségüket. Hát egyrészt eznek szegénykék azért sokszor azért mennek el, mert egyszerűen unatkoznak, és akkor így társaságban lehetnek. Igen, meleg van, ebéd van. Így van, valami ilyesmi, picit város is láthatnak, elmennek ide, elmennek oda, busszal is viszik őket. Hát ez aztán meggyőzik őket, igen. Egyébként ezek a termékbemutatósok hihetetlenül jó előadók, szóval ezek profi szakemberek, senki ne gondolja azt, hogy ez oda megy, és akkor kell, nem kell, jó, akkor menjünk, föl van építve, ki van találva, ugye elmondja, hogy fölépíti a brandet magát, és elmondja, hogy mit tudom én, mikor már nagyon várat, hogy bökje már ki az árat, és végre mondja már, akkor azt mondja, 600 000. És kicsit letölsz, elszomorodsz, és azt mondja, neki ez egy bevett kommunikációs fogás, megbököd a partneredet, hogy de jó lett volna ez a víztisztító, de hát ennyi pénzem nincs. Viszont csak most, csak önöknek, csak itt 90 000. Vagy 150 000. És egyből azt mondod, hogy hát ha másnak 600, neked 150. És az ajándékainkról még, a helyszíni ajándékainkról még nem is beszéltem. És ezt már benyalják. Tehát nagyon profin csinálják. 970 000 forintért vettem biolámpát hitelre. Írja így valaki. Igen. Azért ott föl kéne még tenni egy-két kérdést, igen. Én egy kézi masszírozógépet vettem 80 000ért termékbemutatón, ugyanez boltba 15 000, írja Laca. Na ez az igazi, egyébként ez még rohadék is, tehát hogy ő bemegy a boltba, megveszi 15 000, és azt adja. Elviszi. Igen, mert hogyha valami speciális termék, arra még úgy, ahogy azt mondod. Igen. Azt írd már meg, hogy a 970-es biolámpa az jó-e. Mit tud? Igen. Mert akkor bérelném, ha... Áruhitel formájában a cég alkalmazottja küldi fel a hiteligénylést, csak úgy, mint a hiperekben vagy az elektronikai áruházakban. Nem a bank értékesít, de a bankba mennek az átvertek utána panaszkodni. Csé küldte nekünk. Nem lehet, hogy Erzsike néni robbantott bankot? Kérdezi Eszter. A vásárlás után. Igen. Anyukám egy légkeverő sütőt vett 99 000 forintért, ugyanaz egy hiperben 10 000 forintért volt kirakva pár nappal később. Inkább nem szóltam neki, írja Cimi. Mamám egy víztisztító porszívó lámpa banki hitel kombó miatt fizeti 4 éve a 70 000 forintot. Még a bankba is bekísérték 78 évesen. Engy küldte nekünk. És van egy hallgatónk, halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Laci. Sziasztok. Laci, te termékben mutatóztál sokáig? 8 éven keresztül. Azt mit jelent, hogy te csináltad? Korábban 2 cégnek. Egyiknek másiknak, aztán utána meguntam magamnak, aztán meguntam és abba hagytam. De te tartottad a termékbemutatót? Én voltam a termékbemutatós előadó, így van, én így kezdtem. Tehát kvázi sok esetben te verted át az embereket? Mondhatjuk így is, igen. Aha. Túlzok, ha ezt mondom? Nem túlzás, nem? Nem, tehát az esetek többségében itt átverésről van szó. Na mesélj, hogy működik ez? Tehát eleve ott kezdődik, hogy amit termékbemutatón láttok terméket, annak az ára cakkim-pakkim mondjuk körül negyed annyiba. Tehát egy 400 000 forintos termék szervezéssel, ajándékokkal, ebéddel, mindennel együtt nem kerül több 100 000 forintra. Aha, tehát innen indul. Tehát alapból 4-szeres szorzóval kell dolgozni egy termékbemutatósnak, hogy mondjuk megérje, mert ebben azért vannak kockázatok is, hiszen ugye üzleten kívül értékesítés 8 napon belül bármikor visszamondhatja a vevő. Na most innentől kezdve hiába szállítottad ki a terméket, fizették ki neked holnap után azt mondja, hogy mégse kell, akkor vissza kell adnod a pénzt. Tehát ezt is belekalkulálják. Ezt a nagyon fontos információt, ezt ti elmondtátok korábban az előadásokon? Hogy de kedves egybegyűlteket megnyújtatnak? Nyilván nem. Hát dehogy mondtam. Hazudnék, hogy ez bárki elmondta volna, a mai napig nem mondta senki. És ezt miért nem jogszabályok alapján ezt bele kell tenni a szerződésbe. Tehát nem írhat olyan megrendelő lapot, amiben ez nincsen benne. Korábban ez működhetett, most már nem. Figyelj, mik a trükkök, praktikák? Tehát például ez a 600 ezer, de most neked 100. Ezt tudom, hogy egy bevett kommunikációs fogás. Neked mire kell még figyelni, vagy mivel lehet még, vagy mivel lehetett őket bepalizni? Tehát nem is igazán ez, tehát ez, hogy csak ma, csak önöknek, csak ez nem működik szerintem. Uh-huh. Nálunk mindig az működött, egészséggel kapcsolatos terméket csak úgy tudsz eladni, hogyha megijeszted az embereket. Tehát gyakorlatilag ő féljen attól, hogyha ezt nem veszi meg, akkor iszony beteg lesz, gyerekei betegek lesznek, mindenki beteg lesz, meghal, stb. Tehát csúnyán szóval, de így van. És ő kellően megijedettől, akkor bármennyiért megvesz bármit. Tehát akkor te csináltatok ott, vagy te csináltál kamu vizsgálatokat? Vagy ne is egy kamu vérvétel? Nem, abban az időben, amikor én voltam termékbemutatós, akkor még nem mentek ezek a vizsgálatok. Mert van ilyen, vagy ezt hallani, hogy most már azt is csinálják?
Igen, hát ez megint a másik kamu része, tehát ez biztos, hogy ilyen nincsen. Tehát azt ne higgyük már, hogy egy művelődési házba, egy terembe majd elmondják neked, hogy te csontritkulásos vagy. Hát miért rajta egy vérnyomást, vagy ilyesmi aztán? Aha. Hát ez nem, ez digitális, ez lézeres föltérképezés volt, el tud képzelni. Milyen komolyan össze lehetett. Igen. Tehát ezeket felejtsük el, tehát ez mind a Duma része. Igazándiból az, hogy mi annak idején úgy adtunk el, tehát én azt abba hagytam most már közel másfél éve, gyakorlatilag annak idején úgy adtunk el, hogy csak Dumával. Tehát mindenféle vizsgálat nélkül lehetett előadni. Egy ilyen előadás mondjuk egy-másfél óra, van akinek kicsit hosszabbra nyúlik, tehát volt olyan előadó, aki két-két és fél órán keresztül szünet nélkül beszélt, és ez úgy van felépítve egy ilyen előadás, hogy egyre súlyosabban belemész, egyre jobban belemész a lelki dolgokba, és gyakorlatilag akik ott ülnek, a hallgatóság az már szinte fél attól, hogyha ezt a terméket nem veszi meg, akkor jönnek. Hát, tehát, hogy meg kell félemlíteni őket. Hát mondjuk azt, hogy így van, igen. Te fixben voltál, vagy te minden egyes eladott termék után kaptál valamennyi jutalékot? Tehát neked érdekel volt? Jutalékban dolgozik. Jutalék. Mindenki jutalékban. Mennyit lehetett vele keresni? Most már nem csinálod, meg lehet kérdezni. Egy jó, mi volt a legjobb hónap? Hát fénykorunkban, én ezt 2003-ban kezdtem. Fénykorunkban 2003-2004-ben, amikor én kezdtem, akkor már nem lehetett vele olyan iszonyúan keresni, akkor átlagosan 3-500 ezer forint között kerestünk hetente. Mikor? Hetente. Igen, 2003-2004 körül. Tehát 10 évvel ezelőtt heti 500 ezeret is tudták keresni? Az azt jelenti, hogy 10 évvel ezelőtt heti, évi, havi 2 milliód meg volt? Annyit meg lehetett keresni ezzel. Azért volt, ez akinek ez dobban ment. Hát persze. Jelen. Figyelj, most azt számolt, hogy átlagosan, mit tudom én, egy edénykészlet volt akkor 200 ezer forint. Abból, mit tudom én, alatt 8-10 egy nap, mert annyit el lehetett adni egy 80-100 főnél, és akkor abból alapból 10% volt a tied. Aha. Tehát aki 8-10-et eladott, az már nagyon jó előadó volt, de akkor számolt ki, hogy ez akkor jó, egy nap alatt 200 ezeret keresett. Jó, hát ebből leszámoltad a költségeket, mert neked magadnak ugye teherautód valamivel. Igen? Igen, te ezt önszervezésben csináltad? Tehát te elmentél a boltba, megvetted az edényt, meghirdetted a termékbemutatót, kibéreltél egy művelődési házat, vagy volt egy cég, és te betársultál, mint alkalmazott? Vagy ez hogy működött? Mindkettő. Tehát 2003-ban egy olyan céghez kerültem, akik ilyet szerveztek, és előadókat kerestek. Aha, tehát egy profi hálózat csinálta. Igen, na most akkor 2005-ig ez volt a legnagyobb cég az országban, aztán egy másik még jobban kinőtte magát, oda kedvezőbb feltételekkel átmentünk, de azt azért tudni kell, hogy itt ezek az értékesítők kvázi, vagy termékbemutatósok iszonyatosan nyomás alatt vannak, tehát eladási kényszerünk van. Mi volt a leglehetetlenebb dolog, amiről tudtad, hogy a legnagyobb hazugság, és eladtad? Tehát a biorezonanciás, nem tudom milyen, rezgőmatrac, a vízágy, ami mágneses vonalakat szűr ki. Masszírozó fotel. Mi volt az, amire azt mondtad, hogy ezt már nem fogom tudni eladni, és az is elment. Emlékszel ilyenre? Azt mondom, hogy bármit el tudtam adni. Többek között azért hagytam abban, mert szinte az összes termék ilyen volt. Aha. Tehát én abban az irányba mentem el, én pár év után elkezdtem magánúton, tehát saját magamnak is szerveztem előadásokat, és elindultam a minőségi termékek irányába. És ezen a piacon minőségi termékekkel nem érsz meg. Tehát az tök egyszerű a dolog, azért nincsen, mert hogyha egy minőségi terméket veszek, akkor eleve drágábban szerzed be. És mivel egyre kisebb a forgalom, most már nem vesznek előadók vagy cégek, nem vesznek terméket 50-100-150 ezer forintért, hogy eladják 400-ért, hanem vesznek 20-ért. Aha. Mi volt a specialitásod? Takarítógép, edény, ami nagyon ment, vagy amit nagyon takarítógép, szerettél? Takarítógép, azt nem árultam, az nem terültek ezenbe. Edények mentek nagyon, én masszírozó fotelekben voltam nagyon jó, masszírozó fotelek, masszírozó párnák. Azt a minden. Nem volt olyan, hogy visszatérő vendég mondta azt, hogy ízét, hogy fiatalember, mert maga mennyi minden ezért. A múltkor azt a gőzölös vasalottat el, most az edénykészletet. Így van, így van. Nagyon sok a visszatérő eleve, de ezekre olyan megreált dumák vannak, hogy ezeket le tudjuk szerelni, ezeket az embereket. Tehát egy-egy ilyen előadáson, ha ügyes egy előadó és jó a csapata, akkor gyakorlatilag nem is kap negatív információt a társaságból. De ha van, akkor tehát ezt leszerelítem. Ezt úgy építettem fel, hogy nekem volt olyan kollégám, aki végigjárt az embereket az előadás előtt, és mindenkivel beszélt két-három szó. Hány lejöttek a vélemények. Hány nyugdíjas vertél át körülbelül, azt tudod? Hát, amikor igazán jól dolgoztunk, akkor átlagban úgy számolj, hogy 80-100 emberre dolgoztunk naponta. Atyaisten, szegények. És hát ebből mit tudom én, volt, amikor ketten, volt, amikor 12-en vásároltak. Tehát erről még soha nem mondtam mérleget, de már megvan a kézirat, írom a könyvemet. Miről? A termékbemutató királya? Vagy a legtöbb nyugdíjas átvert ember? Vagy miről írsz? Két irányú ez a dolog, mert egyrészt látjuk a termékbemutatós cégeket belülről, vagy én legalábbis láttam.
és van egy külső dolog, amit a hatóságok figyelnek, és nem tudnak hatékonyan fellépni ezek ellen a cégek ellen. Tehát átálltál a jó oldalra, most már segíteni próbálsz. Hát nem mondom, inkább egy olyan dolog, amit eddig nem tudott az ember sehol se elmondani. Hogy például egy hatóságnak mit kellene nézni, hogy egy ilyen cég ne verje át az embereket. Mert azt gondolom, hogy ezen a piacon óriási lehetőségek vannak még. Tehát, hogyha egy minőségi termékkel kiállna egy cég, de tényleg minőségi termékkel, ahol akár egy orvos, egy tudós áll a termék mögött, és tényleg olyan terméket árulsz, ami hiteles és jól működik, akkor ez egy legjobb piac. Na de nyilván nem ezem erről szól, hát hiteles terméke nem tudsz annyit keresni, nem akkor erre kellene letisztázni ezt a piacot. De azért hagytad abban, mert furdalt a lelkiismeretet, ezért kiszálltál, vagy elfogyott az edény? Igazándiból az, hogy nehéz, tehát jövök az utcán, és megkérdezik, hogy maga mivel foglalkozik. És akkor én azt mondom, hogy termékbemutatós vagyok, akkor elképzelheted a reakciókat. De a könyvnek a bevételét, a készülőkönyvnek a bevételét azt mondja, hogy egy nyugdíjas otthonnak ajánlod fel, ugye? Ezen még nem gondolkodtam, hogy előre ősak adják egy elkészülőkönyv. Igazándiból az a helyzet, hogy tehát hogy mondjam, nem feltétlenül a bevételt, hanem az, hogy rávilágítsunk arra, hogy itt mi van a háttérben, hogy nem is a cégeket, a termékbemutatós cégeket kellene ellenőrizgetni és büntetni, mert azzal nem érnek el semmit. Hát ma Magyarországon nincsen olyan cég, amelyik egy évnél régebb óta be lenne jegyezve. Aha, tehát nagyon változtatás. Na jó. Hát pokorra kerülsz, az biztos, de jól fogsz mutatni. Nyilván jó lesz, igen. Azért ez kemény sztori, de jó, hogy elmondtad, köszi Laci. Nem ítélkezünk. Én is köszönöm szépen. Köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. 8 évig azért termékben mutatózni, nem mutatni, van egy nagyon kemény, emberi. Nagyon kemény. Az a durva ebbe, minden durva szerintem, de a legdurvább az, hogy mondjuk idős emberek olyan adósság spirálba kerülhetnek, mondjuk egy ilyen vásárlás kapcsán, hogy az valami hihetetlen. Most felmentem az előbb az egyik oldalra, az egyik olyan cégnek az oldalára, akiknek a termékét forgalmazzák, megnéztem, hogy milyen hitelfeltételekkel adnak el mondjuk egy ilyen fotelt, ami írd és mond, 900 000 forintba kerül. Mondjuk 200 000 forintos önerő esetén 700 000-et kellene visszafizetned, de összesen tokkal vonóval 3 év alatt még plusz 500-at kell a 700-ra elfizetned. Tehát ennyire a kettőt fizetsz ki. És ha Nagyi meghal, akkor ugye jönnek a törvényes örökösök, akik nyilván ezt valamilyen szinten tovább kell, hogy pörgessék. Tehát itt Nagyi nem csak magával, meg az ők is ugrótigrisével játszik sokszor, ugye a porcelán ugrótigrissel, hanem az örökösökkel is. És lehet, hogy azzal vették rá a vásárlásra, hogy azt mondták neki, hogy jó, oké, maga egy dolog, de gondoljon a gyerekeire, igen, gondoljon az unokáira. Jó lesz majd ez a szék, mert igen. Örök élet garanciás. Na jó van. Oké, hát köszönjük az SMS-eket, nagyon-nagyon sok jött. Masszás Hotel 450 000 forintért, már nem működik a cég, se megszűnt. Mamám testvér, aki 70 éves vett a 75 éves férjének 100 000-ért potenciálnövelő pirulákat, szintén termékbemutatón. 240 000-ért gőzölős vasaló, 240 000 forint, ami nem kerülhetett többe 25 000-nél, aki megvette. 240. Kapott ajándékba mágneses takarót. Megérte. Azért és övtáskát. Fiat, a 75 éves potenciálnövelős maminát elgondolkoznék azért, hogy van még igény. De nagyon kemény. 5 éve 450 000 forintért takarítógép nem meri használni, annyira fél, hogy elromlik. Senki nem meri tőle kölcsön kérni. Zsolt írta neki, az anyósáról van szó. 2 milliót keresnek az előadók átlagosan. Az évigi jutalmuk, Las Vegas-i kaszinózás, stb. Dolgoztam ilyen cégnél, írja egy hallgató. Nagyon súlyos. 2 darab víztisztító 860 000 forintért. Most megyünk a bíróságra. Ezt Balázs írta. 2 darab víztisztító. Egy nagyon jó víztisztító 40 000 forint. És azért évente neked filtert, szűrőt cserélnek minden. De az van, hogy közben meg nem csak ezek a nagy összegűek vannak, hanem ott van a sok kicsi sokra megy alapon. Hát az meg a másik kisebb termékek, amikor például egy vitamin készítményt, ami egy teljesen átlagos, egyszerű kapszula, megveszel a 600 forintosat, megveszed 1800-ért. Érted, és azt látod, hogy nálunk is volt ilyen. Én azt mondom tényleg mindenkinek, gyerekek, unokák, hogy nézzétek el, csekkoljátok folyamatosan a papa meg a mama postáját. Mit csinál a mama? Igen, szabad idejében. Kell lenni. Jön a bankos papír. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Szia, Gábor vagyok. Hello, Gábor! Gábor, mi újság? Honnan hívsz minket? Budapestről telefonálok. Budapestről. Hallottad ezt a termékbemutatós beszélgetést? Hallottam, igen. Laci, kemény, nem?
nagyon. Nagyon. Nagyon jól nyomja. Nekem is lett volna egy sztorim erről, de... Hát a jól az idézőjelesen részünkről legalábbis, nem tudom. Nagyon nem jól szerintem. Mondjad? Igen, igen, igen. Nekem is lett volna egy sztorim erről. Én is dolgoztam ilyen termékbemutatósokkal. Tényleg? Igen. Én igaz, a végén csatlakoztam már bele ebbe az egész történetbe, de mi úgy csináltuk, képzeld el, hogy vittünk magunkkal egy beépített embert abban a korosztályból, ahova éppen mentünk, és a termékbemutató végén, ugye ő volt az első, aki vételi szándékot mutatott, és hogy ez mennyire jó, és hogy ez neki mennyire fog kelleni, és hogy ez egy nagyon jó dolog, tuti eladás volt. Aha, tuti, tehát ő felállt az előadás végén, jelentkezett, mint kamu, csináltatok egy kamu adásvételt, mint a megvenésettől többen le kedvet kaptam. Így van, ő volt a leglelkesebb az egészben, és mindig ő volt az első, és tuti eladásunk volt. Tehát olyan termékbemutató nem volt, ami nullára jött ki. De kicsit te is úgy mondod, mint Laci, mint erre, hogy büszke lennél, vagy nem tudom, hogy azt hallom, mint nem, ez egy ilyen, tudod, egy ilyen, fú, de jó, hú, de jól csináltuk. Nem, nem, abszolút nem mondtam, hogy erre büszke vagyok, de abban a szituációban, ahogy az előző kollega is mondta, ugye az eladás kényszer megvan, azért nekünk ebbe be kellett fektetni. Tehát na jó, azért hagyd ne sajnáljunk benneteket azért, hogy most ja, nektek ebbe be kellett fektetni 20 ezeres edénybe, amit eladtatok 400 000-ért, tehát ezért a könnyen nem fog kicsordulni. Én gyapjú termékekkel foglalkoztam, tehát tudni kell arról, hogy az gyapjút akkor látott, amikor az én autóm birkált, tehát annak semmi köze nem volt a gyapjúhoz. Persze, tehát te még szart is adtál el, már bocsánat. Igen, te legalább vállalod, hogy még szar is volt, amit eladtál. Ja, persze, hát ez egy óriási nagy csapda volt. És most miből élsz, hogy most mit csinálsz? Teljesen más irányba sodolt az élet, hála Isten, úgyhogy nem kell ilyenekkel foglalkoznom. De már nem emberek átveréséből? Nem, nem, az nem. Mindenképpen. Nem, rendes munkám van, hála Isten. Jól van, oké, na hát legalább akkor ez így elrendeződött. Így játszunk egyet. Jó, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Szerződéseket fénymásolnak. Nyomtatnak nagy erővel. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! La na 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 na. Nem lesz könnyű. Ez nem egy könnyű sor. Ez nem. Mutatjuk még egyszer, jó? Figyelj! Igen. La na 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 na. Nem egy hétfői dal? Szerintem nem tudom. Nem. Hosszabbat mutatunk az utolsó részletet, jó? Figyelj! Igen, hallgatom. La na 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 na. Hát ez nehéz. Szerintem ez most kifogott rajtam. Fura frizurájú. Még megközelíteni sem tudom. Megközelíteni jó. Sem tudom. Mutatjuk az eredetit, mi lett volna ez. Nem. Cure. Ez lehetetlen. Cure, igen. Szinte kitaláltam. Igen. Lehet így legalább kitaláltam. Élőben. Igen, hát ez nem ment. Ez nem. Köszi a játékot. Oké, én köszönöm. Csáó, Gábor. Sziasztok. Hello. Na, ma van az aranylabda, ugye? Este? Aha. Ma az aranylabda diátadó? Hát, igen. Meglátjuk, hogy sikerült-e az UEFA-nak oda gurítani Cristiano Ronaldónak, ahogy azt már hetek óta próbálják meg elérni. Hogy az legyen, hogy megkapja? Igen, hát, de meg is érdemelné szerintem. Hát, most nem annyira biztos, hiszen kedvéért kvázi újraindították a szavazást. Uh-huh. Ugye... Tehát, hogy aranyos így befolyásolódik igen, a történet. Igen, egy picit véleményes lesz ez az aranylabda, most ő megkapja. Na, de a 442 magazin főszerkesztője fönt van, vagy kint van, Szőlősi Gyuri, ugye, és felajánlotta nekünk, hogy ismét megszerzi a győztes aláírásával a csapat pólóját. Ugye vagy Ronaldo, vagy Messi, vagy Ibrahimovic, ha jól mondom. Ugye a három esélyes tulajdonképpen, tehát közülük dől el. És vagy Messi kapja, vagy Ronaldo kapja, vagy Ibrahim. Illetve Ribéry. Frank Ribéry is ott van, így van. És holnap már tudni fogjuk, hogy kinek a pólóját szerezte meg aláírva, és ezt természetesen hát nem tartjuk meg, hanem odaadnánk a hallgatóinknak. Jó, az tavaly ez is jó. Nagy siker volt, vagy mikor tavaly előtt, vagy mi, ezt évente adják? Ezt évente adják, ugye? Igen. Már hozott nekünk onnan pólót. Hát tavaly hozzon. Konkrétan egy Messi póló volt. Igen, tényleg. Igen, egy barszás Messi póló volt aláírva a Messi aláírásával, és öltek érte a hallgatók. Úgyhogy holnap mondjuk, hogy ki lett, nyilván azt már ma este hallani fogjátok. Holnap pedig jövünk a pólóval, és kisorsoljuk valakinek. Jó, de jó lesz.
Jó, jövünk a hírek után 8 óra múlt 1 perccel, itt vagyunk nem sokára. 8 óra múlt 14 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt. Feri, igen, Ibra nincsen. Hello. Egyébként az aranylabdán valaki elküldte, nyilván sokkal jobban értenek a futballhoz. Bevallom én kevésbé, tehát a teniszhez igen, a futballhoz nem. Ibra a legszebb gólért indul majd, de ugye a Ribery van, a Messi állítólag, meg ugye igen a Puskásdi, Ribery, Messi, Ronaldo. És valakinek a mezét a For Fortune magazin főszerkesztője megszerzi, aláírja, holnap pedig kisorsoljuk. Ez nem akármilyen relikvia. Tehát van egy Ronaldo mez aláírva, vagy egy Messi mez, vagy egy Ribery, ő Bayern München. Ugye? Bayern München, így van. Vigyázz, nehogy hülyeséget mondjak, fociba tudok. Ne? Tehát azt szóljál, ha te jobban otthon vagy. Igen. Nem értek a focihoz, de vannak infói. De te azért egy biztosabb alapra támaszkodsz, ez egész biztos. Kérdez egy hallgató, jó a kérdés, de rögtön meg is válaszoljuk, miért nem árverezitek a mezt egy alapítvány javára? Ez egy érdekes dolog, ennek egyetlen egy oka van, hogy miért nem, mert kiderült már, sokszor mi is csináltunk ilyen árverezést, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy 100 000-et, 200 000-et, 300 000-et nekem ez megérne. Aztán amikor ott van a konkrét relikvia, meg amikor a kezünkben van egy olyan mez, egy olyan bármilyen vízilabdástól kapott fürdőruha, vagy Forma 1-es sisak, vagy bármi, amikor konkrét 100, 200, 300 000 forintot kell valójában letenni, akkor az árverezések nagy része egyébként besül. Tehát, hogy erre mi is gondoltunk, de itt senki ne gondolja, hogy egy ilyen mezből összejönne millió. Mert mindenki csak mondja, hogy olyan adnék 800 000-et. De amikor a kezedben nyomom ezt, és azt mondom, hogy adjál tényleg érte 800 000-et, akkor viszont kevesen, valójában kevesen fizetik ezt ki. Tehát, hogy ebből nem tud összejönni egy jelentős összeg. Sokaknak kell, de nem tudnánk belőle összegyűjteni milliókat, amit már érdemes odaadni egy alapítványnak, még 100 000-eket sem. Meg a cégek, ezt többször megpróbáltuk. Akiknek mondjuk lenne erre anyagi keretük, akik sokat tudnának fizetni, ezek nem nagyon érdeklődnek nem, az ilyen dolgok. Egyáltalán nem. Magánemberek, igen, egy magánembernek nagyon szívesen odaadjuk, de ő nyilván egy kisebb összeget tud csak érte felajánlani. Igen, árvereztünk mi már itt Fettel sisakot, kajakos, kenusok, az összes olimpikon által aláírt póló, egy csomó minden volt, és pár 10 000 forinton kívül ebből nem jött be sok pénz. És ha az előző óra tapasztalatait magunk irányába fordítjuk, és másoljuk ezt a mezt, és mindenkinek a tízest ad érte, hogy tanulsz, akkor mennyit fogunk segíteni egy alapítványon több millió forinttal? Hát ugye, ilyen barszás mezt bemész bármelyik ilyen, nem tudom, boltba vásárolsz, Messi 9-es, Ronaldo 13-as. Én megtanulom a Messi aláírást, itt egy délutánat legyártok 150-et. Nem kell nagyon megtanulni, mert olyan sok földi halandó nincs, aki látta a Messi igazi aláírását. Ugye? Tehát, hogy tök mindegy, hogy mit hamisítasz. Egyébként teljes, én aláírom a Ronaldot, úgyhogy meg nem mondod. Írom, akkor az gyanús, ugye? Messi, tehát S betűvel. Úgy nagyon, igen. Az úgy nagyon. Egyesszer, hát Messi. Igen. És Lionel úgy írott, hogy Lionel. Lionel. Lionel Messi, az úgy. Pontos így. Figyelj, én a Riberit úgy hozom, neked megőrülsz, olyan Riberi vagyok. Ennyi. Most aláírok neked egy olyan Riberit, hogy bepisélsz a gyönyörtől. Nem tudom, hányas bejátszik, mit tudom én, Bayern München. Végképp nem nézek Bundesligát, tehát nem érdekel. Kérdezzétek meg, ki a hatodik kiemelt az Ausztrál Operán, megmondom, de fingom nincs. Roger Federer. Csak nem gondolod, hogy nem egy zicsert dobja. Az is igaz. Ki a címvédő, azt is tudom. Kivel lehet most a Gyoko Barbie, focihoz tök hülye vagyok. A lényeg, hogy azoknak, akik viszont szeretik a focit és nem hülyék hozzá, sok hallgatónk van, holnap adunk egy igazi relikviát. Még meleg lesz, még jó lesz, odaadjuk egy héten belül, ez megérkezik, bejön ide, mi csekkoljuk. És ha eredetinek találtatjuk, már pedig nyilván az lesz, akkor postázzuk a megnyert hallgatónak. Jó, ez holnap lesz. Azt hiszem, árt, hogyha majd mondjuk egy SMS-ben nagyon jó indokot hoztok fel, hogy miért a tiétek legyen az a mez. Mert az, hogyha csak olyan van, hogy az SMS, hogy mert akarom. Az nem biztos, hogy elég lesz. Ha annyit írsz csak, hogy van erre, azt elfogadjuk. Ja, hát hogy megy tovább. Ha tesz, vesz apró. Igen, jó lenne, nem, jó, tényleg az nyerje meg. Vagy olyannak nyerje meg, aki szereti, vagy barátnő, feleség a férnek, vagy éppen pont fordítva, tehát ne lássuk ezt. Egy haverom nézni, ha focit, hát, ha örül neki, vagy nem. Igen, de azért írok egy esemet, hát, ha én nyerek. Na, vannak közlekedési híreink, itt van velünk Tibi. Hello Tibi, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Merre vagy, mit láttam? Az M5-ös kivezetőjén a jobb szélső sávban van egy koccanás pont a lámpánál, még a Meti és a benzinkút előtt, úgyhogy ott torlódás van, vigyázni kell. Nagy dugó van már, vagy még csak most? Nem, még alakul, de inkább a nagy dugó az ott a Kerepesi meg a Hungáriánál van a trolik miatt. Uh-huh. Tibi, köszi, hogy elmondtad, jó utat neked. Nagyon szívesen, köszi. Ciao. Hello. Szia. 11-es út Leányfalutól Szentendre felé lépésben arasszol, Zozó küldte nekünk Miskolcon a Károly Hotelnél a Fehér Asztrából mérnek, üzeni buja, valamint az M3-as bevezető Budapesten az OMFA kúttal elesett.
Ott mi van most az M3-as bevezetőn? Újítják még a Kacsó-Pongrácot? Hogy miért nem lehetett bejutni? Vagy csak a szokásos hétfő reggel? Igen, szerintem az a híd még felújítás alatt áll, az Árpád híd, de ott felénk már minden. Illetve hát most a robbantás. Ja, hát ja, tényleg, lezárt, valószínűleg lehel, most ott a béke lehel, ott azt most lezárták, igen. Ugye valaki reggel egy banktrezor helyett egy gázcsövet fúrt meg alulról. Kicsit gazsi elnézte. Belefújt a sárgába, vagy belefúrt, úgyhogy ott kicsit robbant a bank, igen. Van már valami frissebb hírünk? Láttatok valamit? Semmit. Ja, de mondta a Karolina, hogy valami táskát letett valami ember, letette, elrohant, és a táska robbant fölállítólag. Tehát két lépcsőben akartak rabolni. Meg volt a táskás, aki robbant, majd aki utána beszalad a trezorhoz. Ők sokat néztek akciófilmet. Nagyon-nagyon, igen. Na, történt egy dolog a múlt héten, és mivel mindhárman szülők vagyunk, szerintem érdemes erről beszélni leginkább azért, mert neked már ugye iskolás a gyereked, nekünk hamarosan évek alatt iskolába mennek, és az ember szülőként mindig, ha elolvas egy ilyet, akkor elgondolkozik, hogy ő vajon mit tenne, vagy hogy tudna egy ilyen tragédiát megakadályozni. Ugye ti is hallottatok arról a fiúról, akit folyamatosan bántottak egy középiskolában, megverték, megalázták a társai előtt, megverték, leköpték, szörnyű dolgokat élt át, majd úgy döntött, hogy véget vett az életének, és leugrott a második vagy a harmadik emeletről. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem sokkal árnyaltabb, meg összetettebb, mint ahogy sokan gondolják, akik azt mondják, hogy jaj, hát ilyen nem történhet meg, ha a szülő jobban van a gyerekkel. Ugye? Ennél lesz szerintem egy sokkal összetettebb, meg sokkal bonyolultabb dolog, hogy mit tehet a szülő, mit tehet az iskola, mit tehet a diák, mit tehetnek a diáktársak, egyáltalán miért történik ilyen? Hogy egy gyengét, sok erős elkezd ilyen szinten terrorizálni, ami odáig jut, vagy ez az ügy odáig jut, ugye, hogy a fiú megpróbálja öngyilkos lenni. Teszem az ebben az iskolában már ugye többen. Igen, már ketten is tavaly decemberben. Ez is azért beszédes, igen. Ez is azért nagyon beszédes. Hogy ez hogy van? Vagy a mi időnkben is bántottak minket, de talán nem így, vagy nem ilyen agresszívan, nem? Hát az én időmben, amikor én középiskolás lettem, amikor mi elsősök lettünk, akkor nagyon kemény szivatás folyt. Tehát bennünket nagyon keményen csicskáztattak. A kedvenc időtöltése azóta harmadik, negyedik évfolyamosoknak, vagy osztályosoknak, kollégista voltam Batonyán, hogy felkeltettek bennünket hajnali 3-kor, és nem a konyhán mindig ki volt rakva kenyér meg zsír. Tehát ha valaki éhes volt még vacsora után, ment szert egy zsíros kenyeret magának, azt megette. Azt kérték, hogy a nagy 3 kilós vekni kenyérnek az alját és a tetejét vágd le úgy, hogy legyen egy 3 centis kenyered. De ennek ekkora volt, tehát egy ilyen fél asztalnyi kerülete. Ezt megcsináltad, kend meg zsírral hozd be, behoztad. Azt mondták, nem jó, kend meg még, ezen legyen több zsír. Kimentél, ezt 5-ször megcsinálták, majd amikor már csorgott a zsír a mindenütt, nem akkor azt mondták, hogy akkor ezt tedd meg. Aha. Ez volt az egyik verzió. B verzió, éjszaka, amíg aludtál és kilógott a lábad a takaró alól, akkor szépen gyufát betesznek, nekem a mai napig megvan a nyoma, azért tudom képletesen elmesélni, betették a gyufát a lábújat közé, és meggyújtották a végét, a foszforos végét, ugye az föllángolt, égett egy kicsit, elkezdted rugdosni a takarót, hogy mi van. Ami érdekes ebben a dologban, és számtalan ilyet tudok mesélni. Hogy nekem ezt és akartam. Igen, két dolog van, hogy mi nem vittük tovább, tehát mikor mi másodikosok lettünk, mi ezeket már nem csináltuk meg, B, én nem éreztem azt akkor, és talán ez az érdekes benne, hogy nekem ezt valahol is mondanom kellene, akár a tanáraimnak, akár anyáméknak. Te azt gondoltad, hogy ez benne van a dologban? Én azt gondoltam, hogy ez jár, nekünk elsősök vagyunk, nyilván kicsit felháborodtam rajta, de hogy én nem érzem, hogy például az én első évem ettől rossz lett volna, hogy ez nekem akkora lelkitörést okozott volna ez a dolog. Igen, de hogy szerintem más volt. Igen, mert a kollégium azért ez egy zártabb közeg, és nyilván az is adta alájuk a lovat, hogy ugye nem volt állandó felügyelet. Nyilván elmentek a tanárok, vagy felügyelő tanár, maradt ott éjszaka egy portás, gondolom, és kész. Nem, a felügyelő tanár, de ő nem nagyon tudta, hogy mi történik. Igen, de nem is arra gondolok, hogy azért volt más, mert talán egy zártabb közeg volt, nyilván azért is, de hogy ezek a fajta megalázások azért sokban eltérnek attól a fajta kicsit vicces, tegyünk gyufát a lábad közé, ami nyilván akkor neked nem jó, meg nyilván akkor te nem örültél. De az, hogy valaki lába közé gyufát tenni, mint hogy leköpni, egyébként megverni, megalázni, folyosón végig ráncigálni, 4-5-en összerugdosni, annak azért egészen más az üzenete, mint hogy egyébként 6-an sírva a röhögéstől a Feri lábúja közé gyufát tesztek. Tehát a kettő szerintem tök más, de értem, hogy mit mondasz. Aha, igen. De amit a Feri mond, az mondjuk egy nyilván belefér egy osztálykiránduláson is. Igen. Ha egyszer történik, vagy max kétszer, de hogyha mondjuk ugyanezt csinálják, amit a Ferivel csináltak mondjuk egy héten 5-ször, hogy már nem tudsz aludni, hogy már nem tudsz tanulni, hogy már félsz az estétől, az akkor az már tényleg ugyanolyan terror.
Igen, de hogy ez hogy történik, hogy erről a szülő nem tud? Én nem gondolom azt, és én nem vagyok annyira naív, hogy egy szülő és egy gyerek minden esetben annyira őszinte egymáshoz, vagy a gyerek a szülőhöz, hogy erről a szülőnek tudnia kell. Ez a fiú állítólag otthon nem mondta. Tehát otthon jókedvű volt, aha, otthon nyilván vagy szégyelte, vagy megpróbálta palástolni, vagy otthon biztonságban érezte magát, és ez a dolog nem jött elő. Hogy mit tud ilyenkor az ember szülőként tenni? Nagyon érdekes. Ha mondjuk te ezt nem veszed észre, mert azt látod a gyerekeden, és nyilván ennek azért jelei vannak, hiszen elmagányosodnak, depressziósok lesznek, rossz kedvűek, tehát észre kell venned. De mi van, ha mondjuk nem? És arra mész be, hogy neked a gyerekedet fél éve terrorizálják, és nem tudsz róla, mert otthon a gyerek nem mondja. Sok esetben szerintem nem lehet olyan dolgot mondani ezzel a sztorival kapcsolatban, ami mindenkire ugyanúgy igaz lenne. Szerintem ahány gyerek, ahány szülő, annyi féle reakció lenne. Én például mondom a saját példámat, engem nem terrorizáltak, mert én mindig csapatokhoz, mindig egy-egy csoporthoz voltam oda csapódva. Egyébként, hogyha nem csapottam volna hozzájuk, ez kicsit ösztönösen ment a részemről, meg annyira rossz fej nem voltam, amin akartak volna velem haverkodni, de hogyha nem csapottam volna hozzájuk, szerintem én is kaptam volna áldozat az ívet. Viszont én nem meséltem volna róla otthon, azért, mert egyrészt szégyeltem, igen, szégyeltem volna apám előtt. Igen, cikkben, szégyeltem ugye? Volna apám előtt, vagy féltem volna attól, hogy mi lesz, ha apám bemegy. De akkor kinek a felelőssége egy ilyen ügy? Az iskolája, aki nem vett észt, és a harmadik gyerek már megpróbált öngyilkosságot elkövetni? Mi van, ha tanár nem látja? Mi van, ha mi is bántottunk úgy, meg engem is bántottak úgy, hogy szünetbe úgy megvertek, mert a tesóm csinált valamit, és én kaptam mindig. Mert mi egy suliba jártunk. De a nagynak, nagy szájod, kicsi, ne, add át a bátyának. Valaki olyat rám vert, elestem a folyosón, vérzett, az miért? A bátyád miatt lent találkozunk. Hülyén néztem magamra, hogy mit csinált a bátyám. De hogy egy általánosba jártunk. Mindig megvertek, mert én voltam a kisebbi, és hát ő áldozat volt. A nagyot nem merték bántani. Nálatok is volt egy olyan lélektan a dolognak, hogy te egy kicsit visszaadtad ezt másnak, amikor mondjuk elkaptál valakit esetleg a folyosón? Nem, mi élvezetből tettük még gimnáziumban, nem. Soha. Akkor már nem a bátyám miatt akartam levansodni. A bátyám, de öcsém van, nincs bátyám. Neki. Szóval a szülő nem tud róla. A tanár nem biztos, hogy észreveszi. Más kérdés, hogyha ez harmadszorra fordul előbben az iskolában, azért ott már meg kell nézni, hogy mi történik. Tehát arról már azért nem lehet, hogy iskolai igazgató tanárok ne tudjanak, hogy itt van egy olyan banda, meg van egy bandának egy szóvivője, meg az, aki felbújtja a gyengébbeket, akik terrorizálják a kicsiket. Tehát ilyen nincs, hogy erről már az iskola nem ezeket tud. Ezeket a gyerekeket a folyosón rúgdosták, azért azt csak meglátja, igen, valaki. És ha mondjuk minden nap ezt látod, akkor egy picit itt csak megfogalmazod. Hát előbb-utóbb biztos, hogy eljut hozzád az info, vagy rajta kapod őket, vagy mondja valamelyik tanár, vagy látszik azon a gyereken. Tehát itt azért a pedagógusnak oda kell figyelni annyira ezekre a gyerekekre. Napi 8-10 órát is bent történnek az iskolában. Hazajön a gyereket, ledobja a táskát, hogy nem volt semmi. Láthatod, hogy tanul, láthatod, hogy kiegyensúlyozott, láthatod, hogy nem veszel észre olyan dolgokat, amiket egy szülőnek feladata észrevenni. Depressziós, rossz kedvű, szótlan a vacsoránál, külsérelmi nyomok vannak rajta. Majd egyszer csak kapsz egy telefont, hogy a gyereked egyébként megpróbált öngyilkos lenni. Szerintem ez a ritkább. Tehát annak azért nyoma van otthon is, ha már valami deformálódik a gyerek személyiségében. Nem? Uh-huh. Bemész és szólsz, hogy tudod megvédeni a saját gyerekedet? Be tudsz menni és szólni az igazgatónak, hogy bántják a gyerekedet? Anyuka, majd mi ezt elintézzük, köszönjük. Ott állsz az osztály mellett és nézed, mert mondjuk a te gyerekedet verik meg. Kiveszed az iskolából? Átrakod máshova? Mit csinálsz szülőként? Nyilván kiveszed, nem? Hát szerintem először az osztályfőnöknek kell jelezni, tehát nem az iskolai igazgató, itt is van egy olyan út, amit be kell járni egy a hierarchiámmal. Menj el először az osztályfőnökhöz. Utána kell érdekli a dolgoknál. Én, hogyha tudom konkrétan, hogy ki volt az a gyerek, aki ezt tette az én gyerekemmel, akkor lehet, hogy megkeresem az apját, anyját, és beszélek vele teljesen normálisan. Aha. Csak felvenni velük a kapcsolatot, hogy tudják-e, hogy náluk van-e erről valami. Tapogatózzanak. Azért az, amit a gyerek elmond otthon, az véleményes. Uh-huh. Tehát, hogy neki is van egy szemszöge, van egy szempontja, ami alapján megítéli azt a helyzetet. Nem biztos, hogy minden feketén-fehéren úgy történt. Azért érdekes az iskolai megkeresés, mert hogyha ott mondjuk el is folytod ezt a dolgot, akkor őt meg fogják várni iskola után. Tehát egy picit el kell gondolkozni azon is, hogy ha már tudod, hogy használsz vagy ártasz. Igen, hogy a te gyerekedet nem lehet-e fölkészíteni arra. De, érted? És mit mondasz a gyerekednek, hogy üss vissza? Hogy üss vissza. De egy ilyen jellem gyereket nem tudsz, mert ő azért nem üt vissza, mert nem olyan jellem. Ráadásul, ha bandában verik őt, akkor nem tudod a banda egyes tagjait mindenkit felkeresni és mindenkivel elbeszélgetni, mert azt tudod, hogy bántják. Uh-huh. Ugye? Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett. Mennyire igaz az a mondás, hogy kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond, ja. Nem? Hogy 4 évesen azt gondolod, hogy a gyereked így vagy, még bepisi éjszaka, hogy ugye?
és aztán rájössz, hogy van egy ilyen gimnazista, akit pedig terrorizálnak és öngyilkos lesz, és tényleg mennyire átértékelődik, hogy úristen, mi van majd, ha nagyobb. Valószínűleg több dolog áll egyébként össze, tehát a bántalmazott, megfélemlített gyerekben egyéb problémák is, ezt idézőjelben mondom, a problémát vannak, érted? Tehát, hogy az ő életében, tehát ő azért lesz áldozat, ez az ember. Szerintem... Mondjad? Mert egy csomó minden rakódott. Szerintem nem. Nem. Szerintem nem. Az áldozat nem ebből a gyerekből lesz. Az áldozat abból lesz, aki nem húz mondjuk az erősebbek felé, és gyengeséget mutat. Tehát a banda az mindig úgy működik, hogy van egy banda vezér. Ő a legnagy szájuk. És akik hozzá csatlakoznak, azok nem is biztos, hogy rossz gyerekek. Csak azért csatlakoznak a banda vezérhez, mert félnek, hogy ha nem teszik meg a csatlakozást, és ha nem mennek ők is belerúgni abba a gyengébe, akkor ők lesznek az áldozatok. Aha. Tehát mi történik? Tulajdonképpen a banda nagy része félelemből tart a banda taggal, vagy a banda vezére. Mert két választása van, vagy engem rúgnak agyon, vagy én is eljátszom, hogy kemény vagyok, és beállok a bandába. Mi történik? Inkább beállok. Ami persze nem mentesíti a gyerekeket az alól, hogy felelősséget vállaljanak, de sokszor a bandában lévő gyerekek ugyanúgy félelemből teszik meg a verést, mint az, aki egyébként ugye nem mer ellenszegülni. Aha, tehát van, ezek a védettséget élvez. Védettséget élvez, így van. Tehát ezek a gyerekek inkább csak csupán áldozatok, mert szelidek, mert nem ellenkeznek, mert jámborabbak, mert kiszolgáltatottabbak, nem olyan nagyszájúak, nem olyan vagányak. Tehát, hogy nem hiszem, hogy az otthonról hozott lelki lerakódás miatt verik őket meg. Egyszerűen nem mernek szembeszegülni. Nem nagy a szájuk, nem állnak ki saját magukért, ami nem jellemhiba, csak csöndesebbek. Jön a falka, akik bandában erősebbek, és terrorizálják a gyengébbet. Sok gyenge terrorizál egy gyengét. Egyébként ez a, aha. Ez egy, a lélektana. Egy erős van a csapatban. Egy erős, de ő se erős, ő is bandában erős egyébként. Egy erősnek látszó, sok gyengével terrorizálja a leggyengébbet. Én, ez a dinamikája. Mindenképpen, tehát, hogy először szülő, másik szülő, tényleg vannak-e valami jelei ennek a dolognak. Otthon mesél az ő gyereke arról, hogy történik bent valami, kicsit nyomozgassunk már együtt, utána osztályfőnök bevonása, és végül az igazgató azt, hogy kivedd a gyereket az iskolából, én azt a legvégső esetben mondanám, vagy ajánlanám, vagy csinálnám. Ugyanis marha érdekes a dolog, és itt nyilván az embernek saját magával, meg a saját gyerekével kell foglalkozni, de attól a probléma az iskolában, és innentől kezdve ez már nagyon komoly probléma az iskolának is, az igazi probléma nem fog megszűnni. Te kiveszed a gyereket, az engem nem érdekel. Tudom, ezért is mondom azt, hogy hívják, hogy persze, hogy a saját problémád a legfontosabb, persze, ebből a szempontból, de jön majd valaki más. De igen, de én letoljom azt, igen, itt tök igazad van. Tehát nekem verik a gyerekemet, engem nem gondol, hogy az iskola nem vitte, meg kiveszem, mint ahhoz. De ezért mondom azt, hogy az iskolának legalább annyira érdeke ezt a dolgot. Hát hogy ne? Normálisan elsimítani, felgöngyölíteni és utána járni, és ezért nem szabadna hagyni azt, hogy mondjuk nem egy, oké, egy előfordult, de kettő, de három ilyen eset volt, és ez a három eset az a három eset, amiről mi tudunk. Tehát itt a kis apró pofoszkodások, meg ilyen apró cseprő dolgok, amik nem derülnek ki, azok nincsenek is benne. Meg tudod, mi az érdekes, hogy régen azért mi ezt nem így csináltuk, tehát nem volt ez a mobiltelefonnal egy fölvesz, hogy agyorugdalnak hárman egyben. Oda mentél, ráütöttél, vereketetek, volt valami. De ilyen típusú agresszió, ami most van a fiatalokban, ez is egy más téma, hogy ez honnan jön, meg mi történik otthon, de hogy azért ez nem volt. Minket is vertek, de ez, hogy négy lány összerúgdal egy ötödiket, engem és arcon rúgja. Ja, nem baj, nekem is volt nagyobb darab osztálytársnőm, aki úgy megvert, mint a húzat, de ez, hogy négy lány összeáll és bakancsal arcon rúgdos egy ötödiket, akit a végén leköpnek. Hát azért ez nem ez, nem ez volt. Nem volt ennyire komoly szintű a verés sem, és jobban föl is tudtuk talán dolgozni egy kicsit. Igen. Nem? Tehát így túlléptél rajta. Oké, meg volt, megvertek, majd hónap én szállok be a buliba. Igen. Jó, várunk SMS-eket, hogy kinek élt már át ilyet a gyereke, mit csinált szülőként, és van egy szakértőnk, érdekes dolgokat mond majd a hírek után. Jó, SMS számunk változatlan, 06 70 645 00 00. A hírek után itt vagyunk mi is. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hétfő van, az egyetlen jó hír legalább, hogy süt a nap, nem? Így van. Legalábbis itt Budapesten, de azt olvassuk, hogy országszerte ez a jellemző, mindenhol jó idő van. És egy kicsit komolyabb témával kezdtük a reggelt, hét után egyébként nem, 8 után leginkább. Ugye a múlt héten történt esetről beszélgetünk szülőként, ugye, szerintem nincs olyan szülő, akit ez ne érdekelne, hogy mit tett a szülő, mit tett az iskola, mit tett az áldozat, amikor is hát célpontja olyan kegyetlenkedéseknek, ami történt ugye a székesfehérvári szakközépiskolában, ahol egy gyereket annyira bántottak, meg olyan sokszor alázták meg, hogy úgy gondolt, hogy nincs tovább értelme élni, és öngyilkosokat próbált meg elkövetni, egyébként nem egyedüliként abban az iskolában, azért az is tanulságos. És ugye arról beszélgettünk, hogy mi van, ha te nem tudod szülőként, hogy ez történik, mert azért azt tényleg ne gondolja senki, hogy még a legőszintébb szülő-gyerek kapcsolatban se csúszik be egy olyan homokszem, amikor a gyerek nem mer valamit egész egyszerűen elmondani. De nem azért, mert nem bízik az édesapjában, az anyukájában, cikinek, kellemetlennek, rossznak érzi, és nem számol be. És
egészen idáig jut a dolog, ugye? Hogy például egy szülő nem veszi észre, hogy a gyereket ott bántják a suliban. Ez a ritkább szerintem, ami, hogy erről már beszéltünk, a legtöbbször azért ennek nyilván van a nyomai otthon is, hogy ez történik. Egy tizenéves gyerek meg tudja játszani magát annyira? Nem tudom, nincs még tizenéves gyerekem, hogy a szülő elhiggye, hogy minden rendben van. Tud ilyet, nem? Szerintem más a dolog, szerintem nem is biztos, hogy ez úgy jutott el oda, hogy ő ezt előre tervezte, hanem otthon még próbálta leplezni, tudta játszani, nem viselte meg annyira, de egy megaláztatás jutott el addig a szintig, amin ő ott abban az adott pillanatban már nem tudott túllépni, és olyan súlyosnak érezte, hogy akkor itt viszont ennek már nincs értelme. De szerintem egyébként igen, meg tudja, persze, hogyne. Főleg amikor kamasz, tudod, hát akkor azért már titkok vannak, nem te vagy minden esetben a leginkább a szövetségese, van egy barátnő, közösségi oldalak, Facebook, a szülő kikimaradozik már részletekből sokszor, persze nem mindig, meg hát vannak nagyon őszinte kamasz szülő-gyerek kapcsolatok, de nem biztos, hogy már te vagy a legerősebb szövetségese 16-18 évesen, hát akkor azért ez már változik. Meg simán lehetnek olyan élethelyzetek is, amikor egyszerűen a szülőnek nincsen elég információja a saját gyerekéről, egyedül neveli a gyereket, éjjel-nappal melózik, igen. Ugyanez mondjuk két szülőnél simán előfordulhat, reggeltől estig tolják a melót azért, hogy valahogy meglegyenek, és egyszerűen nem jut már elég idejük, energiájuk a gyerekre. Igen. Itt van velünk Fehér Hajnalka, a gyerekpszichológus. Hello, Hajni, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, ugye nyilván te is ismered az esetet, csak kíváncsi lennék, hogy szakemberként te mit mondasz, hogy leginkább engem az érdekel, hogy tud egy ilyen a szülő előtt titokban maradni, vagy hogy nem látja ezt a szülő? Azt gondolom, hogy biztos, hogy voltak először erre utaló jelek, hogy a gyerkőc bajba van. Abban igazatok lehet, hogy egy 17-18 éves gyereknek már nem az elsődleges kapcsolata a szülő, mert hogy ott előtérbe kerülnek ugye a kortárs kapcsolatok, és nem először a szülőhöz fordul, hogyha valami bajban van, de én azt feltételezem szakemberként, hogy ennek voltak jelei. Tehát magába fordultság, kedvetlenség, nem tudom én, pénzek elveszítése, lógások, most a fantáziálok, mert nem ismerem a konkrét ügyet, de én szkeptikus vagyok az ügyben, hogy nem voltak jelek arra, hogy ő nagyon rosszul érzi magát az iskolában. Igen, csak tiniknél ez a depresszió, kicsit ez a lustaság, kedvetlenség, ez akár még normális is lehet, nem? Tehát ez egyébként egy ilyen hormonális változás is sokszor a tinédzsereknél, hogy van egy ilyen tinédzseri apátia, amiben ők így belesüllyednek sokszor. Ezt még ez a szülő nem biztos, hogy fölismeri. Ez így van, csak javítsatok ide, mint hogyha a híradások szóltak volna arról, hogy azért a kortárs gyerekek látták, megalázva, vagy nem tudom, leköpve, nem tudom, hogy talán a testvére is tudott róla, tehát azért itt már többről van szó, mint hogy Mit csinált a szülő ilyen esetben szerinted? Nyilván egyértelmű, hogy mindig a gyerek mellett kell kiállni, soha nem az iskolának igazat adni. Tehát ez a legfontosabb, hogy a gyerek érezze, hogy egy erős érzelmi háló veszi körül otthon. De mégis mit lehet csinálni? Tehát mit menjen be a szülő, és álljon ott a sarkon, hogy a gyerekét ne bántsák? Vagy szerinted mi a megoldás? Azt gondolom, hogy első körben az osztályfőnökkel kell fölvenni a kapcsolatot egy ilyen esetben, és az igazgatóval, és hogyha ez a szint megreked, nem hoz megoldást, akkor lehet még mindig lépni a másik szülővel való kommunikációhoz, és hogyha ezek a próbálkozások udaszot vallanak, akkor nem kell szívajosnak lenni, és el kell hozni a gyereket abból az iskolából. Ami egyel érdekesebb kérdés talán, hogy a gyereket felé mit tudsz csinálni? Mit mondasz neki? Védje meg magát? Az is jó kérdés, igen. Verekedjetek össze? Mit mondasz a gyereknek? Hogy kezelje? Nem, ezt én nem mondanám. Tehát, hogy arra buzdítani kívülről a gyereket, hogy védje meg magát, ez egy hatalmas feszültséget tud előokozni neki, mert hogyha korábbiakban meg tudta volna védeni magát, akkor gondolom, hogy visszaütött volna, vagy visszaszólt volna. Tehát akkor egy olyan készséget kérünk a gyerektől, amivel nem rendelkezik. Meg ráadásul egyedül hagyod a problémával. Tehát azt mondja, hogy védd meg magad. Ja. Na, akkor ennyi, le is tudtad. Ennyi, így van, nem számítatok a szüleimre, nem értenek meg, ők se bíznak bennem. Tehát, hogy jó, mit mondasz, mit teszel a gyerekkel szemben, vagy a gyerek mellett, vagy a gyerekért? Hát a gyerekkel mindenképpen beszélgetek, és mondom, én meglépném azt, hogyha ha tartatatlan a helyzet az iskolában, és nincs együttműködés, akkor kiveszem az iskolából, de mivel ezért ott példa lehet, hogy a problémák elől elmenekülünk, itt nem reked meg a dolog, hanem utána nézek annak szakemberként, meg szülőként is, hogy mi válthatta ki ezt. Utána gondolok, hogy már óvodában is ilyen volt, iskoláskorban is magához vonzott esetleg ezeket a rossz egyedeket. Tehát, hogy a mélyére nézek a gyökerének, és megpróbálok azzal a én része foglalkozni, ami itt a hibás. Tehát, hogy konfliktuskezelést tanítok neki. Lehet, hogy az otthoni problémák hozták elő, lehet, hogy otthon se jó példát látott.
Tehát, hogy azt tanultam meg, hogy nem lehet egy konfliktust kezelni. Tehát, hogy utána nézek a gyökereknek. Igen. Hát sokszor mondjuk egyébként szimplán csak a gyengébbet találják meg mindenféle otthoni konfliktus nélkül. Tehát ugye sok gyenge bandába verődve erősnek érzi magát, és megtámadja azt, hogy egyébként nem a konfliktus kezelés azon módját választja, hogy visszaüt vagy védekezik. Meg egy középiskola már sokkal nagyobb gyűjtőtégei, mint mondjuk egy óvoda. Hát, hogy nem? Persze. Abszolút. Igen. Hajni, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket. Köszi. Köszi, hello, ciao. Nagyon sok szülői hozzászólás jön. Nálunk is van hasonló probléma. Az én fiamat az osztálytársa piszkálja, leköbdösi, megpofozza, rugdossa. Tud róla mindenki, aki illetékes, mégse történik változás, írja Nóri. Hát szerintem egy iskolaváltás egyébként sokkal inkább a szülőt viseli meg sokszor, és gondolja azt, hogy a gyereket is megviseli. A gyerekek sokkal intuitívabbak is átállnak erre hamar, ha ilyen van, akkor nyilván ki kell venni. Tehát nem az első pofonnál, meg nem az első konfliktusnál, de szerintem egy szülőnek mindig a gyerek mellé kell állni, és soha nem az iskolát védeni. Igen, hogy jó az neked, menj be, majd megoldod. Ebben most nem értek veled egyet, szerintem ez a gyereket nagyon megviseli. Tehát, hogy a szülő számára sokkal kisebb probléma az, hogy átvinni egy másik iskolába a gyereket, viszont a gyereket ezer szál köti az iskolához. Nagyon nehéz onnan úgy kiragadni, mert ő ugye nem csak a negatív dolgokat látja, hanem azt a sok pozitív, a barátságokat, a szerelmeket adott esetben, meg azt, hogy hosszú éveket töltött ott. Tehát a szülőnek könnyebb kivenni, mint a gyereket. Igen. Aha. Na csak ha már verik, igen. Az én fiam úgy kezdte az első osztályt, hogy folyton verték, hasonló rúgták, fejbe rúgták. A tanárok ebből soha semmit nem láttak, ma már nyugat másodikos egy másik iskolában, ez Csík küldte nekünk. Velem hasonló történt egy igen jó nevű gimi első osztályában, folyamatos alázás, bántalmazás, szerintem a lányokkal sokkal szörnyűbbek. A fiúk elgyepálják egymást, a lányok lelkileg is kegyetlenkednek. Szerencsére az édesanyám észrevette, kivett a gimiből és a kollégiumból, de már az öngyilkosság is megfordult a fejemre, egy hallgató. Ugye, milyen kemény szintjei vannak ennek? Itt van egy hallgatónk, halló! Szia, Hajni vagyok. Hello, Hajni! Te mint szülő vagy, mint áldozat? Gondolom, hogy szülő inkább. Én mint szülő. Szülő. Na, mi történt? Mesélj. Hát nekem most 21 éves a fiam, általános iskolába történt az eset, hogy ugyanez, hogy fiúk, lányok ütötték, verték, leköpködték, megalázták. Mi volt az oka, mert itt még a kiváltók az érdekes, hogy láttak benne valamit, irritálta őket, vagy egyszerűen csak gyengén volt és nem védekezett? Hát tudod, nagyon nehéz ezt kívülről már egyébként meglátni egy szülőnek, mert ugye a gyerekünket azt gondolom, hogy szépnek, jónak és okosnak látjuk. Nem volt egy agresszív fajta gyerek, és inkább visszahúzódó volt. Nem tudott kiállni a saját igazáért. Én, mint okos szülő, ugye ma már ezt teljesen másképp látom, akkor mondtam, hogy de igen, kisfiam, be kell menned, meg kell dzsúdozol, meg tudod mutatni, hogy te vagy az erősebb, le kell birkózni őket, amit persze természetesen ő nem tudott megtenni, és akkor ugye kettőnk közötti kapcsolatot is ez megmérgezte. Ő otthon elmondta ezeket? Vagy volt bármiféle jel, hogy őt bántják? Elmondta. Elmondta. És aztán hál' Istennek az életünk későbbi folyamán úgy alakult, hogy aztán egymásra találtunk, és a mai napig egyébként nem dolgozta fel a gyerek, és rengeteget beszélgetünk róla, és próbálunk tenni azért, hogy ez a kis lelkébe a helyére kerüljön. Uh-huh. És végül mi lett a megoldás? Kivettétek? Nem is vettétek ki. Járta ott a 8 általános, és utána elkerült gimnáziumba, és ott érdekes már nem volt, tehát nagyon-nagyon jól érezte magát. Köszi, hogy elmondtad ezeket. Hát én is köszönöm, hogy felhívtatok. Köszönjük, Hajni, hello. Hello. Ciao, szia, ciao. Szia. Érdekes lenne még egy tanárral is beszélni egyébként, hogy ő, a tanárok valójában meg tudják-e védeni a gyermeket az iskolában, amit elvársz egy tanártól, mert szerintem egyébként nem. Tehát ebben a dologban az érdekes, hogy te a tanártól várod el, hogy védje meg a gyereket, de a tanár nincs ott a WC-ben, amikor megverik. A tanár nincs ott a folyosón, mert bent van az igazgatóiban. Tehát az iskolán belül a tanár egyébként ma már szerintem képtelen megvédeni a gyereket. Egyszerűen nincs rá lehetősége. Le vannak terhelve, órára készülnek, azt a 10 percet dohányzással töltik, bemegy, ott mondjuk mindenki 45 percet nyugodtan ül, ő már nem lát arra rá egy történt tanár, hogy mi történik osztályon belül mondjuk a szünetben. Igen, nem osztályfőnök az, aki a leginkább rálát ezekre a dolgokra. Azt mondom, hogy a szak, mondjuk ahogy hívják a szakoktatókhoz képest. Tehát de nem a szakoktató a saját óráján látja, hogy egy vérző orrú gyerek azt igen, az előbb megverte. Tehát akkor nem lehet, hogy megvonja a vállát, és azt mondja, jó van, hát valami csetepaté volt. Aztán holnap is így néz ki a gyerek, akkor is megvonja a vállát.
Érted? Tehát azért látni neki is kéne a problémát. Ahol három ilyen történik, az súlyosan az iskola felelősségen. Tehát az már az nonsens, hogy azt nem veszik észre, és nem büntetik, és nem szankcionálják. Tehát ilyen nincs. Nagyon-nagyon sok SMS jön egyébként, nagyon sokan érintettek a témában. Ha kiveszem a gyereket a suliból, akkor a gondoktól való menekülésre tanítom a gyereket. Szerintem a maga megvédése a fontos, vagy megvédem én, írja egy hallgató. Nálunk tanárral volt probléma, és amikor az igazgatóhoz fordultam, a tanár azt mondta, hogy nem gondolta, hogy mint szülő megtudom. Tehát, hogy a tanár verte a gyereket, azért az is kemény. Igen. Az szép. Az is nagyon kemény. Gratulálok, tanár bácsi. Jártak az iskolámba Újpestről, Angyalföldről, Újpalotából, Józsefvárosról, Ferencvárosból, a csibészek egy időben motozás volt beengedéskor, mert még késelés volt is a suliban. Rockerek, rapperek, skinheadek, rengeteg balhé volt. Ez nem jutott el a nyilvánosságig, írja nekünk egy hallgató. Nekem a 4 éves lányom egyszer azt mondta, hogy bántották, én elbeszélgettem a lányommal, erre másnap szintén bántották, lányom reakciója belekapott a másik lány szemébe, és meg is tépte. A másik lányt mentővel kellett elvinni. Ekkor még óvodások voltak. Kérdem én, hogy hol volt ilyenkor a gondozó? Sakkozott? Kérdezi valaki. Jó kérdés. Igen. Érdekes tanárok nyilván órán vannak, azért nem írnak már. A fiamnak cipőt kellett nyalogatnia, hogy befogadják a csapatba. Írja Adri. Ez mennyire kemény, nem? Avatási szertartáshoz kicsit nagyon, nagyon súlyos. Ez, igen, tehát hogy ez... Lelkileg is iszonyú nehéz, meg megalázó. Igazi strucc politika, ha kiveszem a gyereket, attól még ugyanazt csinálják majd tovább, csak már nem az én gyerekemmel. Ezért kell jól megruházni ezeket. Én ebben nőttem fel Csepelen, és ez működött. Aha. A felével egyetértek, hogy strucc politika, egy picit a kivét, tehát hogy rögtön ahhoz nem nyúlunk, hogy kivesszük a gyereket. A jó megruháznival már nem feltétlenül. Még mi? Bemész és megvered a gyereket? Igen, az összesen. Meg... Megversz egy 16 éves gyereket 40 éves szülőként, és oda mész és levesz neki egyet. Hogy a másik szülő, vagy pedig a tanár felelős, bemegyek és megverem a gyereket. Meg jön az apja és megkésel, és akkor a két apa verekedik kint a folyosón, elég szürreális. Igen. Na jó, a téma mind érdekes, egyébként nincs nagyon feloldása, vagy megoldása a dolognak, de addig örüljünk, amíg bepisil éjszaka. Nem, Feri? Yes! Ugye, hogy már nem akkor a probléma? Egész nap, tegnap. Üvöltve verekednek, és mondjuk hétvégén elmarad a délutáni alvás. Ugye? Vedd le a cipőd, és tedd a helyére. Vedd le a cipőd, és tedd a helyére, kérlek! Igen, és légy szíves a mézes kenyér után, mosd meg a kezedet. Mekkora problémának gondolod közben? Mennyire jó, amíg így van? Nagyon szép. Na, de kinek a felelőssége az, ha megaláz a gyerek? Igen. Na jó van, valakivel már is hármas ugrást játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Tamás, hello, jó reggel. Hello, szervusztok, jó napot. Micsoda lendület, szia. Tamás, honnan hívsz minket, hello? A Lőrinci piacról telefonálok. No, nem áll, hogy megint Lőrinci. Hát semmi bajom a lőrinciekkel, hogy két héten belül 10 játékoson, belül 8 Lőrinci. No, hát szeretjük ezt a műsort. Mi van a miskolciakkal, a debreceniekkel, a zalaegerszegiekkel, a veszprémiekkel és az új lipótvárosiakkal? Lefizetted Annát, fogadjunk, hogy Lőrincit válaszol. Várjál csak. Hány alaktok ti ott Lőrincel, Jani? Kiderül, hogy 1 millióan vagytok? Ez nem lehet, hogy statisztikailag minden második játékos Lőrinci. Hát most mit csinál? Álljunk. Hihetetlen. Tamás, mivel foglalkozol? Hentes vagyok. Hentes? De szép szakmád van. Jézus Isten, de jó az. Feri újjá születne, biztos hentes lenne. Azt tuti. De vannak hentes barátaim, nekem az is elég. Benneteket az adásban is, ugye nekem is volt ilyen hozzá, tehát ilyen problémám, amivel most foglalkoztok. Már hogy bántották a gyerekedet? Így van. És mi volt a megoldás? Nekem egy kislányom van. És első osztályos korában, hát ugye az én testalkatomhoz hasonlóan ő is egy náccál kisasszony, és hát mondom, első osztályos volt a lányom, és 3 darab hatodikos fiatal srác, úgy gondolta, hogy milyen jó pofa lesz, hogyha őt elhagyják mindenféle digidagi daganatnak, stb. Ez olyan szinten működött, hogy már minden reggel sírva küzdött vele az anyja, hogy hát menjen az iskolába, vagy se. És lett szólva az osztályfőnöknek is, hogy ilyen antracitások érik a gyereket, nem változott semmi. Utána lett a napközis tanárnénének is szólva, ott se történt semmi. Aztán úgy gondoltam, hogy hát akkor én veszem kézbe a dolgot. Hétfői napon ugye korábban végzek, és meglátogattam ezeket a fiatal embereket az iskola előtt, és szépen elbeszélgettem velük, hogy hát jó lesz, hogyha ezt befejezik, mert ennek de nem bántottad őket, csak szülőként erélyesen felléptél. Nem, így van, tehát gyakorlatilag megmondtam nekik, hogyha nem hagyják békén a kislányomat, akkor azt a
bizonyos mellékterméket kitaposom belőlük. Uh-huh. És béke hagyták utána? Működött? Gyönyörű, szépen működött a dolog. Azóta rend van, a gyerek él és vidám, fütyülve megy az iskolába. És semmi probléma nincs. A gyerekek előre köszönnek neki. Úgyhogy teljesen megvan hozzá a probléma. Akkor te szerencsés vagy. Na jó, van, nézzük a kérdéseket. Jani, milyenek? Korrekt. Korrekt kérdések, semmi extra. Jó. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Melyik kémiai elem vegye le az N? Úgy gondolom, a nitrogén. Így van. Jól gondolok. Mehetünk tovább? Menjünk. Menjünk tovább. Így szól a második kérdés dedikált. Várjál, csak a Eurosport egyet nézem. Szatyorért. Milyen nemzetiségű labdarúgó csapat a Bajnokok Ligája legutóbbi nyertese? Ez jó kérdés. Ugye? Miért ilyen dupla kérdést teszel föl? Mert nem olyan tehát nehéz a, akik legutóbb megnyerték a Bajnokok Ligáját, dupla kérdés. Eleve tudik, hogy kik nyertek, ki azok milyen nemzetiségűek? A csapat hát egyik igen, játékos a szóba kerül. Lövésem, sík tippelek, spanyol. Nem. Német, a Bayern München. Hát sajnálom. Igen, német, Bayern München. Igen. Részben az egyik játékosuk ennek a BL győzelemnek köszönhetően jelölt most az aranylabda választáson, Frank Ribéry. Így van. Akitől lehet, hogy holnap lesz egy aláírt mezünk, ha ő nyeri az aranylabdát. Bayern München. Ja, most jobban, akkor most mondja a választ, de már késő. Megérkezett a hentes kolléga, hallott, hogy benne vagy a rádióban? Igen, igen, ő fedben rajongó is, minden tud. Igen. Tamás, köszi a játékot, bocsánat. Én köszönöm, hello, sziasztok. Ciao, sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Tehát holnap vagy egy Frank Ribéry, vagy egy Cristiano Ronaldo, vagy egy Lionel Messi aláírt, dedikált mezünk van a 442 magazin főszerkesztőjének köszönhetően. Ugye? Szőlősi Gyuri bácsi kimegy, és szerez nekünk egy ilyet, sőt, mitől holnap föl is hívjuk, hogy elmondja majd, hogy mi volt az aranylabda diátadon. A mezt kizsaroljuk belőle, megérkezik hozzánk, és kijátsszuk. Holnap játsszuk ki, vagy holnap tudjuk meg, hogy mit nyert? Holnap tudjuk meg, hogy és mit akkor nyert, szerdán hallgassuk szerdán meg kijátszuk a beszámolót, és akkor szerdán adjuk. Jó, legyen ez. Egy perc múlva 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 9 óra múlt 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello, jó hello drága hallgatók. Bankügyben van-e valami? Most nem hallgattam a Karolina híreit. Tudunk valamit, hogy kirobbantott bankot? Állítólag egy motoros járt. Motoros? Arra reggel, és letett egy csomagot, a táskát. A fekete táskát. A fekete táska, és az robbant. De egy elkeseredett devizahiteles? Egy a barátjának rosszat akaró ember, aki tudta, hogy ott van a barátjának szép szolgáltatása, és fölrobbantotta? De egy bankot? Vagy jött volna a második hullám, akik vitték az ATM automatát? Igen. Csak hát nem érkezett meg a második hullám, mert túl nagyra sikerült a robbantás. Ez nagyon érdekel, hogy kirobbant bankot, és miért. Egy konkurens a bankfioktól jött át valaki, mert igen. Mostanában kevés a hitelkérés, hozzájuk forduló. Igen, viszont nem egy megszokott dolog. Nagyon megy. Ugye ez ott történt a béketéren, ott az a Budapest Wall Street-je, ugye tulajdonképpen, amerett elaksz Feri. Bankok sora. Hátja, úristen. Bankok sora egymás után. Ott történnek a nagy dolgok. Igen. Ennyi kis terecske van, ott ki bővül a maga az út, és szépen a tér ölelésében állnak a nagy pénzintézetek. Tényleg, egy Wall Street sehol nincs. Egy tejjel mézzel folyok kánoán. Tehát nem az ország, a világ sorsa dől. Igen. El. Kína aranykészlete ott van valahol a béketéren, igen, a föld alatt. Lakást robbantanak, autót bosszúból robbantanak, öntenek le kromofágot, de bankot robbantani, ez új. Ez ilyen még nem volt. Ez most unikumnak számít. Kaszinóban robbantanak bankot, ATM-eket tépnek ki falból, de hogy valaki berobbantja egy bank oldalfalát 10 négyzetméteren, 5x2 négyzetméteres tégla kiszakadjon egy bankból a béke, egy bankfalból a béketéren, ez formabontó. Történelmet. Nem? Ez falbontó. Falbontó, igen. Történelmet akart írni az illető. Nagyon kíváncsiak az indítékre, hogy miért. Tehát, hogy mi azok. Vagy valamilyen alvállalkozó, aki meg is tudja csinálni a falat, és így akart magának meló. Tud falat bontani, micsoda. És ma már bejelentkeztek. Úgy lehet, hogy egy kis baj, hagyja jön át a névjegykártyámat. Igen, és fölrobbantotta a bankot. Érdekes, de nem tudunk egyelőre túl sokat. Mindenesetre, hogy ott a környéken elég nagy a káosz, ha valaki most ébred és szeretne arra menni béketér, Lehel utca, Lehel út, ott most elég nagy káosz van. Úgyhogy azt próbáljunk mindenki elkerülni. Jobban örülnék egy eredeti Torgelle vagy Devecseri meznek. Hát, Messitől mindenkinek lehet meze, tőlük viszont nem. Mennyei mezt a népnek, Isti. Elküldte ezt nekünk. A Sanyi az ismét MTK-s lesz, ahogy hallottam. Igen, és nagyon várja is. Azt nyilatkozta, hogy vezér akar lenni a csapatban. Na. Én belefutottam a kis nyilatkozatába, hogy meg tudja. Az tök jó, mert nincs is messze, Balázs el tud majd ugrani a mezért.
Itt, csak ide a Hungária körúton. Mindenki, Sanyi, az mindenképpen Torgeller, igen, igen. Én nem ismerem ezeket az embereket, Ronaldo, Messi, nem lehetne Torgellerből, de vagy Újvári jó címet szerezni esetleg. Kérdezi egy hallgató. Ugye ma van az aranylabda átadás, és a For Fortune magazin főszerkesztője ott van, és megszerzi nekünk a hőn áhított aranylabdás mezt, aki megnyeri, annak az aláírt dedikált meze lesz a birtokunkban már talán csütörtökön vagy pénteken. Így van. Ezek is értékes mezek lehetnének szerintem. Böde mez? Igen, hát Böde gólerős játékos mindenképpen. Ha megkínosztok, se tudom, ki az a Böde, gyerekek. Talán. Sanyi meg emlékszik rá. Ki az a Böde, Jani? Itt van. Szomszédvár. Szóljál, nem. Szomszédvár. Gyerek, nem, a magyar focihoz nem is érdekel, nem is az inger küszöbben maradt. Nyitó meccsen ott vagyunk. Hol? Semmit látni fogod, itt a másik oldalon. De menjetek, gyerekek, menjetek. Ne, lehet, hogy pont el. Hova? Fradi nyitó mezére? Hol érdekel engem a Fradi? Hát új stadion, bejárjuk. Hogy érdekel? Nem már. Ott vagyunk. Hát nem így, azért átadtak egy stadiont. Nem egy stadiont, hanem a stadiont. Hát ez a stadion. És mi beültök a békezérbe? Doboz. Nem, oda nem. Vagy akkor mit csinál? Majd az átellenes oldalra. Ja, csak hogy verjenek meg minket valahol, igen. Na, lapozgattam hétvégén különböző csatornákat. Volt időm egy fél órát tévézni. És zsibasztottam magam. Nem hiszitek el, hogy az egyik csatornán mit találtam, mert szeretném veletek megosztani. Nem magyar csatorna volt, ez egy angol száz eredetű hírcsatorna volt, ahol erről beszélgettek, hogy milyen fura és érdekes dolgok zajlanak Németországban. Én erről nem tudtam, kíváncsi vagyok, hogy ti tudtok erről. Ugyanis állatvédők beszélgettek arról, hogy az állatokra vonatkozóan melyik az egyik legveszélyesebb ország. És azt gondolnád, hogy különböző afrikai országokat mondanak, ahol ugye írtják, mit tudom, az indiai elefánt, meg az oroszlánok, itt valami, melyik oroszlán fajtából már csak 100 példány van. És ott ül az egyik állatvédő, és mondja, hogy oké, ez rendben van, de hogy Németországban valami olyan jelenség ütötte fel a fejét, ami nem egy megszokott dolog, és ha ezt hagyjuk elszaporodni, akkor ez Európa más országaiba is egyébként megjelenhet. Ó, hát mondom, ez érdekes lesz a beszélgetés, kicsit belehallgattam. Tudjátok, mit engednek meg a németek? És mit csinálnak a németországi nagyon elvetemült állatbarátok vagy állatutálók? Nem tudom, hogy melyik. De már ki engedi meg a hivatal? Azt mondja, hogy ez egy tök normális, sem mehető dolog. A hivatal azt mondja, hogy ez egy normális dolog, és legalizálták. Az állatvédők és német honpolgárok azt mondják, hogy ezt ne engedjék meg, és ezek ne szaporodjanak el, mert ebből nagyon nagy baj lesz. Hát a hivatal engedi, ez létező jelenség Németországon. Klónozás. Mit csinálnak az állatok? A klónozzák? Klónozás. Nem? Klónozzák. Hát azt szerintem a klónozás az, ami így felháborítja az embereket, de van, ahol engedélyezett. Fülfarokkurtítás? Fülfarokkurtítás nem. Ennél sokkal bizarabb. Németország az első olyan európai ország, ahol megengedték az állatbordélyokat. Az mi? Aha. Hogy állatodat viheted bordéba? Tehát van egy kutya? Én is arra gondoltam először. Nyugtass meg, hogy igen, hogy erről van szó. És akkor választhat magának. Társat találhat magának bent nem. Egy ugyanolyan állatot, mint amilyen ő. Nem. Képzeljétek el, hogy Németországban engedélyezik azt, hogy te elmenjél és igénybe vedd egy állat bordély szolgáltatásait. Nem, mondd már. Ez halálosan komoly. És állatvédők vitatkoztak arról, hogy ez miért rossz az állatokra nézve. Legálisan lehet zoofil. Legálisan lehet zoofil, így van, ugye? Pedofil, nekrofil, zoofil, ez is egy létező kategória egyébként. Állat bordélyok kezdtek el üzemelni Németországban. Jézusom, beteg állatok. Hogy te be tudsz menni, és egy órára, fél órára kérhetsz macskát, kérhetsz kutyát. Én nem, talán a Feri. Azt akartam, hogy van oda fapados? Van oda fapados? Kérhetsz. Ilyen vidéken náluk ez, gyerekek. Jézusom. És megkérdezte a riporter, ezt figyeld, hogy mi a legnépszerűbb állat, tessék. Mi a legnépszerűbb állat, amit kérnek az ófilek? Nem fogjátok a kitalálni. A kígyó biztos nem. De. Ne. Képzeld el, ne, hogy a kígyó. Beletrafáltál. Elmondta a valamilyen állatvédő, vagy a valaki, aki ott ült ennél a kerekasztal beszélgetésnél, hogy a kígyó az egyik legnépszerűbb, amit emberek kérnek azért, hogy fél órára, egy órára csináljanak valamit az állattal. Nem akarom tudni. És ugye azért tudjuk, hogy ennek van Stalleridól a féle vonatkozása, hogy tudjuk, hogy mit csinált, de férfiak mennek. Rátekered az ágra? Vagy...
hogy, hogy hol tart ez a világ? De mit egy anakondát, Feri? Hát az abból hát él idézőjelben, hogy, hogy halálra szorítja az áldozatát. Hát ezt akarom mondani, kisebb anakonda, gyerek anakonda megszorítja a brét. Elmondom, hogy hogy hívják ezeket a, elmondom, hogy hogy hívják ezeket a helyeket. Erotikus állatkerteknek hívják. Jézus. Jött szóba ezen a beszélgetésen. Valamelyik angol száz beszélgetés műsorban láttam. Erotikus állatkerteknek hívják. És Németországban tilos egyébként állatos pornót forgatni. Az állatvédők nagyon erősek, de ezt nem tudták megakadályozni. És elindult. Elkezdtek szaporodni az állatbordélyok. Azt egyébként hallottam, hogy Magyarországon elég sok ilyen filmet forgatnak. Azt nem lehet, Németországban is tiltják. De ott tehát náluk nem lehet, viszont ők annyival előrébb járnak, mint mi idézőjelben, mert az összes ilyen beteg állatot sítre kellene vágni, ezt komolyan mondom, vagy pszichiátriára kellene küldeni, borzasztó. Most mi van, én bemegyek egy ilyen helyre, és csak egy szobát akarok kivenni, de nem tudom, hogy jár vele egy kecske. Akkor, akkor nekünk kell keresnünk valakit magunk mellé harmadiknak. vagy mondjuk a Morning Show-val elindulunk kitelepülni, és kiderül, hogy májusban mi promóciósaink véletlenül megtalálják az egyetlen olyan helyet, ahol mondjuk te vehetsz kecskét, bárányt, macskát, kutyát, kígyót, de nem tudod, hogy egy ilyen hotelbe mész bele. És kérdezi, mész be, és kérdezi a recepcionál, hogy mit szeretnél. És mondod, hogy egy szobát, egy jacuzzit, egy szobát. Igen, egy kecskét, is. Kígyót, kutyát, macskát, mindent tudunk 5 percen belül a szobádba szervírozni. Egy óra, 10 euró, 20 euró, kérlek, 30 euró. Kérlek, ne okozz csalódást. Arra kérlek, mert ugye a bocsi annak idején mindig vitte magával a saját szakácsot, te pedig vinnéd a saját muflonodat. Igen, igen, a bocsiknak turnébuszuk volt, meg a borosnak ugye bekészített szobabicikli, nekem meg mondanák a szélszer és a promócióról, hogy Balázs, bekészítettük az óriás csörgőkét, ahogy szereted. Feri, te tudjuk, hogy, hogy a gyapjasi akokért nagyon oda vagy. Jani, te meg tudom, hogy idén én májusban van. Egy kőszáli kecskét akartál. Igen, Jani, bolondos Jani, neked pedig ott bekészítve a kamélon, tudjuk, hogy szereted. Hátra nézkőzöm. Igen, de letakarhatod a szemét, mert tudjuk, hogy nem szeretett, ha figyelnek szex közben. Úristen. Hogy, hogy hol tart az emberi mélyrepülés tulajdonképpen? Többenet? De ott ennyire magas a GDP, hogy ennyire nem tudnak már magukkal semmit kezdeni? Tehát, hogy hát meg, hogy ez hivatalos. Engem az háborít föl, ugye erre nem, azt mondja... Nem tudták megakadályozni az állatvédő, dolgoznak rajta, nem engedték, azt mondták, hogy ez hozzá tartozik. Az, hogy az ember a saját szexualitását nyilván ugye nem gyerekeket, nem tudom, ront meg, akkor zárt falak között úgy gyakorolja, ahogy aha. tudja, és hogy ettől az állatban egyébként nem tesz kárt. Most kérdezem én, valaha valaki megkérdezte azt a kígyót, hogy ez neki jó-e? Ugye? Tehát, hogy mondják, igen. mondják, hogy ez nem tesz kárt az állatban. Én azért beszélgetnék egy megerőszakolt macskával, hogy ő egyébként azt úgy kívánja-e, nem? Nem, hát ez konkrétan állatkínzás. Annyira el tudom egyébként képzelni, hogy a elkövetkezendő hetek némelyikében lesz egy olyan hír, hogy a ninja ruhába öltözött bodzoli állatokat meg. Igen, a hamburgi állatbordéból. Na most, és akkor hogy van, hogy én bemegyek, és mondjuk én a milfekre gerjedek? Igen. Igen. Akkor én kérek egy skótjuhászt milfből? 8 éves. Tehát kérek egy 8 éves skótjuhászt, érted? Vagy te szereted mondjuk a, mit tudom, a kicsit fiatalabbakat, vagy a feka csajokat, az afroamerikai csajokat, akkor te mit kérsz? Egy éves hát rackajuhot. Kérsz egy éves rackajuhot? És mi van, ha medvét kérek? Megszerzik vajon? Hát ha ugye, azzal cicázol, azért azt megnézném. Úgy most humorizálunk, medvét. De hogy közben ez egy létező dolog. Vagy melyik állat a legdrágább, melyik a legolcsóbb? Ha kérek egy teknőst, az mondjuk 3 euró, ha kérek egy kicsi fiatal medvebocsot, vagy egy tevét, akkor az mondjuk 15 euró? Ha te bemész, nyilván a magyaros ízeket fogod majd választani, és akkor kérsz majd egy kicsit idősebb szürke marha tejne. Szóval ez hogy van, hogy valahol a recepció mögött van egy Egy kinti állatkert, ahonnan azt a szerencsétlen állatot egyszer csak a nyakadba teszik, vagy a recepció meg, vagy fölhozza a szobapincér, a kecskét bevezeti, érted? Hát és igen. Van két törölköző az ágyadon, és ott ül egy perzsa macska, és irát kacsint, amikor belépsz. És hallgatják lent uram, a recepciót, hogy ez a hang. A magyar srácról, ami nehezet kért, mert ez a teherlift. És érted, és megjön a dromedárod. És hogy szerintem el se tudjuk képzelni egyébként az emberi perverziónak milyen mélységei vannak. Tehát azon hát kívül, hogy az ember mondjuk szexuális kapcsolatot létesítsen az állat, hogy mit csinálhatnak még vajon? Tehát én nem hiszem, hogy minden esetben kutyát, meg nem tudom, macskát kérnek. Tehát mit csinál tényleg egy teknőssel? Vagy bármivel, nem? Vagy egy tarajos gőtével, tessék. Na, azzal... Azért azt old meg, nem? Egy teknőst etetni... Azt gondolom, ez egy bátor cselekedet, főleg, hogyha valamilyen nagyobb példányról van szó. Hát meg miről páncélon áttöröd magad? Ne, nagyon súlyos. Egyébként a legtöbb esetben itt arról van szó, hogy az a lélektan a dolognak, hogy az állatok nagy része szeret játszani. Aha, ja, mondjuk, és akkor azzal játszik? Igen, mondjuk egy medvével játszadozni azért szerintem nem annyira felhőtlen kaland.
Feri, eljött az idő, hogy végre jót is tegyél a malacsal. Úgy tudom, hogy fél óráig élveznek. Igen, hogy hosszú elnyújtott orgazmus. Igen, és lehet a kunkori a farkunk. Atya Isten. Ugye? Nagyon kell. Csak az vívtak egy ideig, hogy akkor most bezárják, nem zárják, de arra jutottak, hogy egyelőre most az állatvédők jelen pillanatban ezt Németországban nem tudják megakadályozni. Nem tudják bezáratni ezeket a helyeket. Mert hogy egyébként meg az embernek ezt joga van gyakorolni, azt mondják, hogy vagy megteszik otthon titokban, vagy akkor már valamilyen ellenőrzött körülmények között csinálják ezt állatbordélyokban. Döbbenet. Hát azért úgy tűnik, hogy egy demokráciának is vannak hibái. Nem gondolnád ezt a németekről, tehát ez valahol mondjuk Szenegálban, vagy mit tudom én, nem tudom, valahol ott Kenya környékén megtörténik, akkor azt gondolod, hogy hát azért vagy dél-amerikai kecskepásztoroknál azért ott 9 hónapot kicsapod a legelőre, ott azért magányos vagy. Hát de ott már a kecske is kalandéig. Ott már a kecske is meg ki, ott csak betérdelsz a kecske mögé. De azért érted? Magányos téli napokon a Kaukázusban azért. De hogy Németországban elképedve néztem a riportot. Nincs valami, azt mondtad, hogy melyik a kedvenc, a kígyó. A kígyó, és azt mondta, hogy megkérdezte direkt a riportot, hogy mi a sláger. És sajnos több állatot nem sorol, de hogy a kígyót nagyon-nagyon kedvenc. Valószínűleg nem a fekete mamba. De miért, ha jó fej a recepciós, egyszer becserél. Igen, nem, ezt neked te rohadék. És hogy az állatoknak ez nem rossz, vagy nem fáj, ez volt az egyik ilyen. Hát, attól függ, most ha kígyót csak így magadra teszed, és attól élvezel, hogy kúszik ott a izén, a brain, akkor az nem fáj a kígyónak. De hogyha egyéb, tehát ha behatolás történik, az csak... Bennem nagyon sok kérdés van. Egy tehát például nem lehet. Igen, de például, ha nem csak az együttlétet nézzük, ami tök beteg nyilván, de hogy megnézik az állatot, amikor te visszaadod? Tehát most nézzünk egy gyakorlati kérdéseket, tényleg, hogy mi történik, neked egyben kell visszaadni, te kár tehetsz egy állatban, és ezt a német hatóságok egyébként megengedik. Hihetetlen. Döbbenet. De nem, komolyan nem hiszem el. És visszaadod a recepciónál, leadod a 10-es kulcsot, meg kimész sétálni, és mondod, hogy etessük meg a kutyát, rakják rendbe a szobát, egy óra múlva megkérek egy pizzát a szobában, és ott megvár a kutya, vagy visszaviszed, pórázod a recepciót, és ott ül már Jürgen nyakában egy óriás kígyóval, ott ül Hans egy kecskével, te megmész a kutyával. Elképzelni, hogy egy beteg állatok. És ugye itt nem csak a fizikai külsérelmi nyomokra, vagy esetleg ne adj Isten, belső sérülésekre kell gondolni, hanem itt az állatnál, az intelligensebbeknél nagyon komoly lelki sérülés is persze. Kialakul. Hát egy kutyánál azért ez csak hátra néz rá, hogy mit csinálsz. Kell vágni az összeset. Melyik a legerotikusabb állat, tessék? Most már vigyük végig, hát azért ez érdekes. Tehát ha egy állatot kérhetsz, mit kérsz? Tehát mi az, amiről ezeknek a betegeknek egyébként eszükbe jut az, hogy... Zavaj, hogy most próbálok az ő agyukkal gondolkodni, de nem megy. Én látok egy jó kerekseggű, jó vörös perzsa macskát, de nem. Tehát nem úgy visszanéz rám, villog a szeme, tudom, hogy brutál nagy hancúr lesz. Mindenki tudja, hogy tőgypárti vagyok, de még egyetlen tehénre sem. Igen, te azért cici perverz vagy, mondhatni. Igen, tehát, csak a kettő nézem a kimeneti nyílásban, én az sok. De hogy nem tudlak elképzelni, hogy úgy nagyon aláfekszel, és ott nagyon, nagyon becsukott szeme le. Tehát egy eszedbe nem jutna. Nyilván nem is vagyunk ilyen szinten perverzek, vagy elfuseráltak. Ja, hogy befelejtsük el, hogy Romulus és Remus egy farkas szoptatta. Hát és milyen szép várost építettek belőle a legenda szerint, azért, hogy engem egy farka szoptatott volna, én is ilyen várost építettem volna, érte. Elképesztő, nem? És ha én kérek egy tigrist, egyébként megszerzik? Én azt mondom, hogy láttam... Feltűnően sok kérdésed van ezzel a témával kapcsolatban. Én mindig látok egy ilyen hírt, vagy nézek egy ilyen hírt, és elkezdek kattogni a gyakorlati megvalósításon. Hogy megyek be? Hogy kérem ki az állatot? Ki viszi föl? Ki viszi el? Mi van, ha bántom? Mi van, ha az állat sérül? Hogy adom vissza? Én viszem vissza? Visszaviszik? Medvét kérek, megszerzik? Azt mondom, hogy láttam Vegasban Siegfried és Roy fehér tigrist. Szeretnék, kifizetek 10 000 eurót, csak hozzatok egy fehér tigrist. Behozzák nekem a fehér tigrist? Nyilván nem, megöl. A medvére egyébként már harmadszor kérdezel rá, úgyhogy videót akarok, vagy az elsősorban kérek jegyet, mert kíváncsi vagyok rá, amikor megkerülöd. Vagy azt mondja uram, hogy szeretik egy barna medvét. Uram, barna medve nem, szeretik azt sincs. De van két jó mosómedvénk. Akkor hozzanak egy mosómedvét, és tényleg fölhozzák a mosómedvét? A szobapincér? Aha. A londiner, aki behozza a bőröndömet, hozza a mosómedvét? Hogy? És hát az a remek kézi munka van, bekoszolod a pöpölőt és a medve meg. És a medve Jürgen. És közben kiskerek gombszemekkel néz. Mondjuk te egy Playboy nyuszit kérhetnél? Ja, igen. Csodálom, hogy ez nem jutott össze, de egy jó Playboy nyuszi. Egy jó bunnyt, finoman eljátszanál vele. És de mondjuk a disznót kérsz, megcsinálod, és utána feldolgozod. És bekérsz egy disznót a szobába. És mondjuk elmész zuhanyozni, és a disznó ott röfög a szobába. Az a baj, hogy ugye a Feri alapból nem kezdene vele semmi olyat, amiért azt az állatot felküldik, viszont mire jönnének ért, addigra már gyakorlatilag konyha készre lenne. Uram, felbontva. Uram, ha megöli a disznót, az 200 euró kaució lesz, elnézést, már betölt fel, feldolgozva. Mondjuk veled egy disznó nem járna jól.
Feri, igen. Hát figyelj, megvan, a, visszajön a lóvé legalább. Nem, te semmit nem csinálj, csak eltüntetnél a szemtanukat. Igen. Ki tudja, hogy előtte történt-e valami. Ferenc, mi csinált a disznóval? Sajnos már nem emlékszem. Kérdezzük a disznót, sajnos már ő sem emlékszik. Hogy hol van az emberi betegség határa egyébként? Ez a bolygó valóban megért a pusztulásra, nem? Tehát, hogy úgy lassan szépen egy tényleg eljutunk oda, hogy így érzem én is. Hogy nincs értelmes utódokat nem zinna, nem sem, tehát tényleg halljunk ki, és valahol tiszta lappal kezdjük újra, nem? De én is azt mondom, felperzsel föl taktika. Behinteni sóval, várni 1000 évet, míg a természet regenerálódik, és te azt mondja, hogy jó gyerekek, kaptok egy x-edik esélyt, ki tudja, már hányadik esélyt kapjuk, tessék. Megint hülyék vagytok, megint behinteni soha. Ha azt mondtad volna tényleg, hogy Ázsia vagy Afrika, én azt mondom, hogy oké, na, benne van a pakliban, tényleg. Tehát a japánokról sok dolgot el tud képzelni az ember. Vagy, igen. Vagy tájföldön azért igen, történet. Igen, az ázsiai is elég aberáltak. Idézőjelben, de hogy Németország. És ők is mehetnek? Vagy? Minden persze. Aha. És elhiszed, hogy viszik a halat, mint a cukrot, meg a polipot, meg az ilyen, tehát az ilyen, nagyon, nagyon aberált dolgokat. Elhiszed, hogy nagyon kérik. Igen, mert tehát a hal vergődik a levegő. Tehát a bojlis pottyot, meg a bojlis pottyot. A bojlis pottyot úgy fog, mint a cukor. Igen, meg a szilvaórú keszege. Egy jó kékszájú kecsege gyerekek, szerintem nagyon megy. Na mindegy, hát ezt mindenképpen el akartam mondani. Hát köszönjük, szebb lett a nap. Ugye, hogy azért ezt egy kicsit átértékeled. Na jól van. Sokkolottatok ti is? Hát, de most komolyan. Komolyan. Nem megyünk el? Tudom, fizeted, csak meg. Nem, nehogy is, magát a működést megnézni, hogy a fenébe történik. Hát érdekelnek az emberi aberrációk nyilván. Jó, majd, ahogy magamat ismerünk, vagy magunkat ismerem, akkor mi ott először, ahogy megjelenek, abban a pillanatban lenne egy olyan razzia. mi hárman ülünk a szobában. Feri, mikor hozzák a disznót? Ha én nem a disznót kértem, én a pontyot kértem. Hallod, igen. Jani, mi ez a mosómedvét? Hallod, hát megkértem egy bónuszba. Félre ismerhetetlen pozban kapták rajta Sebestyén Balázs, az ismert műsorvezetőt egy páviánnak. Miközben Rákóczi Ferenc egy pávával játszott. Egy feltűnően vörösségű példánnyal. Atya Isten. Tudtam, hogy a németek is azért betegek, de hogy ennyire, azt nem gondoltam. Igen, Balázs emlékezett Gyanit, hogy ő már volt tehénben. Egyébként igen. Az egy orvosi beavatkozás volt. Így van, tehát gyakorlatilag egy állatorvosnak a felügyelete alatt történt, és én úgy láttam, hogy senki se bánta rajtam kívül. Gyerekek, vannak németországi hallgatóink. Online nagyon sok mindenki hallgat. Ha valaki elmegy egy ilyen állatbordé mellett, csak fotozza már le nekünk, tényleg, hogy menjen be, kérjen egy árlistát, kérdezze meg, hogy ez hogy működik. Nagyon sokan hallgatnak minket online Németországban is. Küldjétek már el ezt e-mailben. Jó? morningshow@klassefm.hu. Mi a menet? Mennyibe kerül? Mi a legdrágább állat? Mi a legolcsóbb? Hogy működik ez az egész beteg dolog? Hát nem? Érdemes ennek azért így utána borzasztó. De nyilván borzasztó, persze. Most ha már így megtaláltatok személyesen is, hogy ez egy picit védekeznem kell, hogyha akarjátok, visszajátszuk azért azt a mőt, mert az a mő, amikor én behatoltam, az nem volt, hanem egy elégedett mű, mi? Igen, azóta tehének mutatnak róla egy fotót, felsírt. És jobban tejjel. És jobban a tejet, igen. Konkrétan elapadt neki azóta, amit nem voltam. Jó, ha vannak olyanok, akik ott vannak esetleg Németországon, és egy ilyet le tudnak fotózni, vagy leírni, vagy hallottak a működéséről, vagy ez Németországban egy abszolút megszokott hétköznapi dolog, írjanak már nekünk pár sort, hogy valójában tényleg ez hogy működik. Ez a jelenség van, ha beszélünk róla, ha nem, akkor legalább ismerjük meg, hogy így van. Mik az emberi betegség mélységei. Ha az írás nem megy, akkor legalább jelentsék fel őket. Igen, minimum. 9:30 múlt pontosan, 3 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan 8 perc múlva. Mit mondasz a rozmárnak, hogy ne fogasz? Igen, igen. Illetve mi van, például az állatkárt ez bennem? Tényleg. Fizet a panzió? Hát, akkor megértem lett. Meg, abszolút meg, hogy ne? Persze, nyilván nem azok a csajnálom, akiknek valami történik valamivel, csak kérdezem, hogy van egy szerződés, amit te aláírsz? Itt szinte biztos vagyok benne, hogy van valamilyen kis szerződés, ugye felelősségvállalása, amit alá kell írnod, mielőtt fölkérdezted a szobádba. A pandát. Igen. Szörnyen beteg. 3:40 múlt, pontosan 3 perccel hello mindenkinek. Jó reggel! Több szálon futnak az események a stúdióban, mert közben zajlik az Australian Open, és hát olyan, ugye Balázsnak ez a napi betevő falat lesz az elkövetkezendő időszakban. Bocsánat, én 2 hétig csak a teniszről fogtok hallani. Milyen fonák keresztet üdött Gyoko, kinek az edzője, mit tanácsolt, mit mondott Stefan Edberg, aki most Roger nem csalt, de arról biztosan. Igen. Mekkora ütővel játszik Roger, mit mondott Ivan Lendl a visszatérő Andy Murraynek, ezt most szétkínozlak ezzel benneteket. 2 hétig itt semmi nem lehet, 6-tól 10-ig csak a tenisz. Nincs reggeli hírműsor, nincs híradó, semmi, bocs, ez nem muszáj.
Figyelj, én a Grand Slam van, gyerek. A sapkát most is egy olyan srác játszik, egyébként Druszám, Janó, hogy... hogy sapkába játszik. Soha nem értettem, hogy hogy a viharban nem esik le róla a sapka, mert mondjuk a te esetedben, ha már egyszer felment, akkor azonnal már le nem jön. De általában nem szokott fejben. Csak nekem igen, egy kalapáccsal ütik rá a fejem tetejére, hogy nem kell beszögelni. Hogy tudnak benne játszani? Egyrészt alárohalt, rettenetesen a lőne, rajta is látszik egyébként iszonyatosan izzadt már a sapka, igen, másrészt meg, hogy nem esik le. Igen, viszont a szponzor felületet nagyon jól tudod érvényesíteni. Mondjuk ez igaz. De akkor miért nem fejpánt? Sokkal menőbb. Hát ez a játékosokra van bízva egyébként. Van, aki fejpánt, ugye Roger például fejpántban játszik, soha nem játszik sapkában. Aha. De a Hewitt játszik megfordított sapkában, vagy játszott. Az Agassi is sokszor játszik sapkában. Az Agassi ilyen kalózkendőbe is nyomta. Kalózkendőbe sokáig, hát Agassi volt az ugye, aki szakítva hagyományokkal, ugye hát elkezdte ezt a hosszú hajat. Meg hát a McEnroe volt a nagy lázadó. Tehát a McEnroe megcsinálta azt, hogy Wimbledonba kijött. Ő hajat se vidd be. Vagy másmelyet hozta be. Wimbledoni döntő. Fehérbe szigorú a pályára. Csak fehérbe lett a pályára lépni. Döntő. Nem tudom már, ki játszotta a McEnroe. Besétálnak. Ugye az a procedúra, hogy te meghajolsz a királynő előtt, megállsz, egyszerre meghajultak. McEnroe megérkezik, tudjuk mekkora forma volt. Micsoda ikon? Piros pólóban. Nem tudom, Wimbledon akármennyi. 80, 70, akármennyi. Piros pólóban. Besétál a pálya közepére, háta mögött a királynő, megfordul, meghajol, és így fölint neki egy ilyen Hello 10. Leül a padra, majd mondják neki, hogy hát itt van egy kis baj, mert itt fehérbe szoktak játszani. Úgyhogy mi a baj ezzel? Hát az a baj ezzel, hogy piros. Ja, akkor nem játszom. Levonult az öltözőbe, és 3 órát váratta a közönséget a királynő. Mondta, hogy ő fehérben nem játszik, ő pirosba játszik. És 3 órát azt mondta, hogy nem játszik, és mindenki megvárta, a királynő is. 3 óra után azt mondta, hogy jó, átvett egy fehér pólót nagy duzogva, és 3 szetben gyorsan megnyerte a döntőt. Mekkora? Nagyon jó. Sampras kérdezték egyszer, hogy szerinte ki a legjobb páros. Tehát, hogy ki a legjobb páros, aki fölmegy, és bárki fölmegy, és azt mondta, hogy a McEnroe és bárki. Az annyira jól tudott játszani. McEnroe volt az egyetlen játékos, aki nem forgatta az ütőjét. Ugye fonák tenyeresen mindig ütőt változtatsz, fogást változtatsz az ütőn. McEnroe így megfogta, és egy ütő fogása vert agyon mindenkit. Az megvan az a sztori, hogy órákig tudom szóltak. Pont akartam szólni. Sampras, Sampras Agassi, US Open, melegít. Együtt edzettek, együtt melegítettek. Jön a McEnroe, köldökig érő női farmer kabátban megérkezik a pályára. Egy kis boleróban, mert nem játszott, szakkommentátor volt, és azt mondja az Agassinak, hogy $20 kis pálya, egy szett, és megverte az Agassit. Úgyhogy a Sampras Agassi ott melegített éppen a US Open-en. Fogadtak $20, és Roma vertőket, visszaadott az ütőt, és elment. A McEnroe nagyon nagy egyébként. Csabi, hello, jó reggel! Jó reggel! A McEnroe volt a hosszú hajú, aki aztán Van Halennel is zenélt. Igen, a hosszú hajú. Te nézel teniszt? Nagyon ritkán. Ritkán, mi? Szoktam vannak időszak, amikor rákattanok, és akkor nagyon sokat nézem. Most éppen nem, mert háttal ülök a tévének. Hát de egyébként a Csabinak is kell kapcsolgatni a távirányítót, amikor csatornát vált, és akkor egy pillanatra mindig néz teniszt is. Igen, de egyébként tényleg voltak ilyen ikonikus játékosok. Hát McEnroe a legnagyobb lázadó volt, persze. Meg a Borg, Agassi, ezek jók voltak. Rájuk emlékszem én is, mert láttam őket játszani. Hát most nincs ilyen nagy szélhámos, aki jól játszik, és közben nagy szájú. A McEnroe állandóan veszekedett, ugye? A McEnroe volt, aki ütőtört, veszekedett folyamatosan, de közben egy zseni volt, tehát egy korszakos zseni. Jól tudott játszani, de minden egyes szett után ment és reklamált, hogy igen, az nem volt. De a paliban meg volt izgalom, tehát most nagyon szerények mindig, nagyon szépen nyilatkozik, nagyon szerény, de hogy ezek a nagy showmenek azért úgy hiányoznak. Jóan volt, mint egy rockstar. Igen, egyébként tényleg. Na, hívjuk a naphallgatóját már is. És... kap egy ajándékcsomagot, plusz egy csomó mindent, ugye? Hát, nagyon jó. Fú. Nagyon. Elképesztő dolgokat. Ugyanok vannak, hogy majd meghallgatjátok. Mi van annak? Visszaadta volna. Hétvén elfejtettél tárcsát? Igen, nem tudom, mikor vigyél haza egy telót. Péntek. Gyerekek, Stefan Edberg edzi Roger Federer, ez megvan? Mit tud még mondani Stefan Edberg? 17-szeres Grand Slam győztes. Hajrá, mindent bele. Ezt én is leedzem így, Roger Csima. Morning show. Hello, jó reggel! Tamás, hello! Ciao. Hol hallgatsz minket, Tamás? Hát már irodában, már munkában. Helyileg? Debrecen, de jó. Ennek örülök. Nem Szentlőrinci, igen. Nem Lőrinci, már azért mondom, hogy végre egy debreceni.
Ugye arról beszélgetünk itt 9 óra után, hogy Németországban legálisan működnek állatpanziók, állatbordélyok. Egészen megdöbbentő, de tényleg így van. És ezeket ilyen erotikus állatkerteknek hívják Németországban, ez a nevük. És arról beszélgettünk, hogy vajon ez hogy zajlik, miként zajlik, és te is írtál nekünk egy helyes SMS-t. Nekem a kedvencem a fecske, a mil fecske. Ez de jó. Ez szép. És hát ezzel telettél a nap hallgatója, Tamás. Hát köszönöm szépen, nem lehet mindenkinek a medve. Hát nem, igen. Nem játszott mindenki. A te irányultságoddal tudunk azonosulni. Milfecske. Tamás, van egy ajándékcsomagod, meg még egy csomó minden másod, majd hallgass meg a reklámblokkban, szép ajándékaidban. Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Szia. Hello. Csabi, ezt hallottad, amiről 9 óra után beszéltünk? És oda tényleg a németek járnak. És az a durva, hogy ez Németországban. Csalódnom kell ebben a nemzetben. Hát látod. Beteg állatok. Igen, ott rokonod. Hát igen. Hát nem hívjuk föl, hogy kivel volt legutóbb. Fotozzon már le egy ilyet, hogy menjen már be egy ilyenbe, kérje már legalább egy árlistát. Itt ott él. De az hol van, melyik városban, az nem derült? Nem, én a közepén kapcsolódtam, mert nem tudom, hogy ez most nagyváros, kisváros, német falucska, de hogy működik, és legalizálják, és azért kampányoltak, hogy még több lehessen ebben a riportban, az volt a megdöbbentő. Menjen már oda, verje már meg őket. Itt tényleg. Hát, vagy hozzon egy-két állatot haza. Hát a Bodzolinak kell szólni, amit te is mondtál. Bodzoli Angel ruhában szerintem már készülődik. Igen, elkezdik kimenekíteni az állatokat. Csabikám, remek zenéid lesznek? Köszönöm, kérdésed. Van a Nabiha nevű előadó, ugye ő észak-afrikai gyökerekkel rendelkező dán énekesnő, és megjelent ugye nemrég a második lemeze, a Mind the Gap, és erről már a második dalt játsszuk, az Ask Yourself címűt, aminek az érdekessége azon túl, hogy egyébként a nő csodálatos és nagyon jól énekel, hogy ő maga dalszerző is, ugye ez ritkaság manapság, hogy az elénk kerülő előadók képesek maguknak dalt írni, hát ő ezek közé tartozik, és nagyon jó kis dalokat ír. Meghallgatjuk. Gyerekek, mit szóltok hozzá? Nem? Kiváló ez lett, maradjunk addig. Sportoltál hétvégén, Csabi, voltál? Mi volt? Hétvégén nem sportoltam, pénteken volt egy koncert, ami felér egy sporttal. Na. Ott a 17. kerületben egy házi koncertet tartottunk a Csekóban, ahol full telt ház volt, levegő nélkül, egy ilyen 2 órát nyomtunk, biztos, hogy fogytam legalább 3 dekát, de ma reggel már voltam futni. Most volt ez szél hétvégén, kifújt ezt a szmogot, nem? Nagyon jót tett neki. Nagyon jó. Jól esett. M1-esen Mócsánál Komárom felé nem tudni, miért áll a sor, de áll. Ez Gaben küldte nekünk, és még egy friss Kiskumajsa belterületén, a Rákóczi után zöld Opelből sebességet mérnek, ez pedig Krisu küldte nekünk. De most van tétje annak, amit nézünk? Vagy kikapcsolhatom majd a tévét, ha kimentek? Vagy maradsz és nézed? Ez az eleje, én a második héttől maradok majd itt veled, vagy rohanok haza, ha olyan meccs van. Ezen a héten még nem. Még ezt most nyugodtan kikapcsolhatod. Van otthon ekkora tévét, mitől nem maradhatsz? Van, muszáj, megyek haza. Csabi jön a kívánságműsorral, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.